Én is nagyon nagy szeretettel köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait, intézményvezetőket, kedves vendégeinket. A mai napon kerül sor az év mecénása díj átadására. A képviselőtestület nem olyan régen döntött zárt ülés keretében arról, hogy ebben az évben az év mecénása díjat kikapja. Ennek természetesen feltételei vannak, és most szeretném önökkel ismertetni a díj adományozásának a lehetőségét. Püspökladány város önkormányzata képviselőtestülete az év mecénása díjat azon személyek munkásságának elismerésére alapította, akik a város oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális, kulturális, közművelődési, sport, tudományos, művészet területén, egyszerűbben kifejezve a közélet területein kiemelkedő támogatást nyújtanak. Évente egy ilyen díj adományozható, egyet adhat a képviselőtestület. A díjjal oklevél és egy Győrfi Lajos szobrászművész által készített bronzplakett jár. Az első elismerésre 2004-ben került sor, azóta 2008-at kivéve a képviselőtestület minden évben odaítélte ezt az elismerést. A képviselőtestület döntése értelmében 2015-ben az év mecénása Molnár Lajos, a Molnár Tüzék tulajdonosa. Felkérem Petőné Pap Margit tanácsnokasszony, méltassa a díjazottat. Vannak emberek, akik rosszul döntenek a pályaválasztáskor, emiatt sem tudásuk, sem tehetségük legjavát nem képesek nyújtani. De vannak olyanok, akik bármihez kezdenek, tökéletesen és becsületesen végzik. Szintos József költő szavaival köszöntjük ünnepi testületi ülésünk díjátadóján a kedves résztvevőket. A mai alkalom rendkívüli, mint ahogy az a kitüntetett is, aki most veheti át az év mecénása díjat. Molnár Lajos 1963. szeptember 30-án született Püspökladányban. Ez a város ezer szállal kötődik elmúlt, jelenlegi és reméljük jövőbeli életéhez is. Pedagógus szülők gyermekeként látta meg a napvilágot, ezzel magába szívva a nevelés-oktatás fontosságába vetett rendíthetetlen hitet, azt, hogy a jövő nemzedékének segítése nélkül a ma tartó pillérei is meginoghatnak. Édesapja a Szerepi Általános Iskola igazgatójaként hosszú évtizedekig a köznevelés emblematikus alakja volt. Édesanyja pedig óvodavezetőként nevelte két gyermekét, Zitát és Lajost, mélyen gyökerező tenniakarásra, empátiára, a segítő szándék fontosságára. A pálya iránti elkötelezettség okán fiúkat is a pedagógus hivatás felé irányították. Így nem meglepő, hogy testnevelés földrajzszakos tanári diplomáját megszerezve ezen a területen is kipróbálta magát a Kálvintéri Általános Iskola pedagógusaként 1985 és 87 között. Diákjai szeretete, tisztelete máig is elkíséri. Ennek is köszönhető, hogy az iskolák iránti segítő szándéka, támogatása évek óta töretlen. Igazi boldogságot életébe gyermekei születése, illetve a néhány hete megérkezett unokája hozta. A büszkeség irányukban egyre inkább erősödik. 1987-ben úgy döntött, váltania kell. Ekkor indult építőipari vállalkozása, a Molnár Tüzép, mely az évtizedek alatt a város egyik legjelentősebb, azt is lehetne mondani, hogy a foglalkoztatást is segítő színterévé vált. Az otthon a gyökerek a Petitelepi városrészhez kötötték. Így nem meglepő, hogy a településrész általános iskoláját, ahova kislánya is járt, jelentős anyagi hozzájárulással támogatja. A játszóhely kialakítása mellett az udvar megszépüléséhez is jelentősen hozzájárult. Folyamatos, a város életében nélkülözhetetlen segítőkészsége eredményeképpen Püspökladány város önkormányzatának képviselőtestülete 2015-ben az év mecénása díjat adományozza Molnár Lajos vállalkozónak. Kívánjuk, töretlen tenni akarása maradjon ilyen példaértékű. A jövőbeni terveihez, magánéletéhez, hivatásához sok sikert, jó egészséget kívánunk, és azt, hogy Kazinczi gondolatai irányítsák életét továbbra is. Jót és jól. Ebben áll a nagy titok. Gratulálok! Köszönjük szépen, és húzzuk el, hogy amik a pedagógusok, illetve a ladányi polgárok a ladány előmenetét szolgálják. Köszönöm. Tisztelt képviselőtársaim, ezek után a szép percek után kezdjük el a testületi ülésünket. Legelőször is javaslatot teszek a napirendi pontokra. A meghívóban szerepelnek azok a mai megtárgyalandó előterjesztések, amelyeket meg kell, hogy vitassunk, illetve javaslom előterjeszteni azt a napirendi pontunkat, mely Püspökladány város szerkezeti és szabályozási tervének részbeni módosításáról címet viseli. Amennyiben egyetértenek a napirendi pontban szereplő, illetve a kiegészítésképpen felvendő napirendi pontjainkkal, legyenek kedvesek erről most döntést hozni. (12 igennel, nem is tartózkodás nélkül elfogadtuk a napirendi pontjainkat. Az első napirendi pontunk jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülések közötti időszak fontosabb eseményeiről címet viseli. Képviselőtársaim megkapták ezt az előterjesztést. Néhány gondolatot szeretnék csak szóban, kiegészítésképpen elmondani. November 26-án lebiztosított technikai eszközök kapcsán katasztrófavédelmi ellenőrzésre került sor. Ezzel kapcsolatban szeretnék köszönetet mondani a kollégáimnak, intézményvezetőknek, illetve vállalkozásoknak, akiknek a gépjárműveik szerepelnek a katasztrófavédelmi biztosításokban, mert katasztrófa idején ugye gondoskodni kell a településünkön minden olyan szállítóeszközről, mely a mentést igényli, és már évek óta igénybe vesszük a helyi vállalkozásoknak, intézményeinknek a gépparkját. Ezzel kapcsolatban rendben volt minden, tehát azok a papírok, amelyek ide szükségesek, mindent rendben találtak. November 28-án adott otthont a város a Szabó Gáborról elnevezett Serdülő Szabadfogású Birkózó Bajnokság emlékversenynek, mely alkalomból dr. Hegedűs Csabát, a birkózó sport kiemelkedő erkölcsi és szakmai támogatásáért díjjal tiszteltük meg. Szeretném bejelenteni tisztelt képviselőtársaimnak, az a megtiszteltetés érte a településünket, hogy tavasszal a Diákolimpia nagy valószínűséggel Püspökladányban fog megrendezésre kerülni. Azt gondolom, hogy azok a versenyeredmények, illetve a püspökladányi birkózó sportban tevékenykedő kollégák, szakembereknek ez egy hatalmas elismerés, és természetesen a településünknek is. December 2-án Püspökladány közlekedés biztonságáról tárgyaltunk a Püspökladányi Rendőrkapitányság, a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft., a Püspökladányi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Iroda munkatársaival, valamint önkormányzati képviselőkkel. Nagyon fontosnak tartom megjegyezni, hogy ezen a fórumon, illetve megbeszélésen elhangoztak olyan fajta közbiztonságot érintő feladatok, amelyeket a Városüzemeltető Kft.-vel karöltve kell a rendőrség támogatásával elvégezni. Gondolok itt például ugye a testületi üléseken elhangzott, akár interpellációkban, akár közérdekű bejelentésekben a táblázásoknak a felülvizsgálata, illetve vannak olyan utcák, ahol a táblákat elforgatták, illetve eltűntek, tehát eltávolításra kerültek, nem az önkormányzat megbízásából, illetve a forgalmi rendnek a felülvizsgálatára is sor került, illetve folyamatban van. Egy előremutató, és azt gondolom a város közlekedését, biztonságát tovább fejlesztő tárgyalásról volt szó. Hadd kérjem képviselőtársaimat arra, hogy amennyiben észrevesznek a különböző település részeken hiányosságokat, akár táblával kapcsolatban, vagy javaslataik vannak a forgalomrendnek a változtatására, vagy javítására, legyenek kedvesek akkor ezt jelezni, és a következő megbeszéléseken természetesen a rendőrséggel egyeztetve, hiszen a szakma fog rábólintani, akkor ezeket folyamatosan figyelembe tudjuk venni, hiszen nagyon fontos a közbiztonság. Igen. December 3-án a Haladás utcán helyszíni szemlét tartottunk csapadékvíz elvezetésével kapcsolatban. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy itt ezen a település részen, tehát itt a Haladás utcán maga a csatorna hálózat, tehát a csapadékvíznek az elvezetésével a lakók megkerestek bennünket, hogy problémákat látnak, ezért történt ez a helyszíni bejárás. Én szeretném megköszönni irodavezető úrnak, hogy felmérte az ottani állapotokat, és kidolgozták az apparátussal, hogy hogyan lehet ezen javítani, hogy minél jobb legyen ott is a csapadékvíz elvezetés, és folyamatban van jelen pillanatban ennek a megoldása. Itt is szeretném kérni képviselőtársaimat, amennyiben látnak olyan helyet a körzetekben, a képviselői körzetekben, ahol még probléma lehet a csapadékvíz elvezetéssel, jelezzék a Városfejlesztési Iroda vezetőjének, és megvizsgálásra fognak kerülni. Igen. December 4-én Bende Zsolt polgárvédelmi felügyelővel és Lövei Csaba kirendeltség vezetővel egyeztettem külső védelmi terv gyakorlattal kapcsolatban. Ehhez a naphoz tartozik még december 8-a is. tehát december 8-án komplex külső védelmi gyakorlaton vettem részt. Bizonyára értesültek erről a tisztelt képviselők, hiszen egy olyan dologra került sor, ami a Klorid ZRT-t érinti. Ugye egy magas veszélynek van kitéve a Klorid ZRT a város szempontjából, hogy veszélyes anyagok vannak tárolva a Klorid ZRT területén, és a biztonságot nem csak ellenőrzik, hanem 3 évente egy úgynevezett gyakorlatként kell lebonyolítani, amikor is szimulációra kerül sor, hogy egy esetleges katasztrófa helyzet idején milyen tevékenységeket kell a városnak, a településnek, a cégnek, illetve a katasztrófavédelemnek elvégeznie. Milyen riasztásokra van szükség, hogyan kell a lakosságot értesíteni a keletkezett problémáról, és erre legelőször került sor ebben az évben, amikor is gyakorlat formájában el kellett, hogy végezzük ezt a gyakorlatot. Természetesen minden évben van ellenőrzés, amikor a katasztrófavédelem ellenőrzi azokat az anyagokat, amelyek a Klorid ZRT területén találhatóak, tehát jogszabályban van szabályozva ezeknek a tárolása, illetve hogy mennyit lehet tárolni egy-egy anyagból. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, minden rendben volt ezen a gyakorlaton, és minden megfelel a Klorid ZRT-nél az előírásoknak. Szeretném megköszönni igazgató úrnak, illetve a közreműködőknek azt, hogy segítették a munkát, és tényleg minden olyan ütemben zajlott a mentésnél, különböző feladatokat kellett végrehajtani, amivel a debreceni ellenőrök is teljes mértékben meg voltak elégedve. Én bízom benne, és nagyon remélem, hogy éles riasztásra Püspökladányban soha nem fog sor kerülni. Köszönöm szépen. Szóbeli kiegészítésképpen ennyit szerettem volna elmondani. Amennyiben van kérdésük, nagyon szívesen válaszolok minden egyes kérdésre. Parancsoljanak. Dúró Ferenc képviselő úr. Polgármester asszony, december 8-án van még egy napirend, ott a püspökladányi hagyományokra építő város helyszíni ellenőrzésre került sor ez a projekt, és az ellenőrzés során mindent rendben találtak. Igen. Erről szeretném egy kicsit bővebben, és szeretném, hogy a tájékoztatná a lakosságot, hogy körülbelül mikor lesz átadva a piac teljes területe. Köszönöm. Igen, igen. Igen. Piac átadás. Tehát december 8-ával kapcsolatban kérdezik képviselő. Igen, tehát a Püspökladányi hagyományokra építő aktív város projektünknek volt a helyszíni ellenőrzése, és ezzel kapcsolatban mindent rendben találtak. A jegyzőkönyvek azok rendelkezésre állnak, betekinthető. Hadd kérdezzem már meg irodavezető asszonyt, hogy esetleg valamilyen felvilágosítást tud-e adni akkor az ellenőrzésről képviselő úrnak? Az ellenőrzés teljes körű volt, tehát tartalmazta a kivitelezési munkákat mind a 3 érintett részbe, illetve a tájékoztató központ által ellátott szoftelemek, tehát a rendezvények megvalósítását is ellenőrizték, és minden rendben találtak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Természetesen megtekinthető a jegyzőkönyv. A piac átadásával kérdezi képviselő úr, hogy mikorra várható. Irodavezető urat kérem, hogy válaszoljon a kérdésre. A Hajdúszoboszlói járási hivatal, mint eljáróhatóság új eljárást folytatott le a piac használatbevételi engedélyezésével kapcsolatban. Ez bezárult, a használatbevételi engedély kiadásra került, a jogorvoslati határidő ez e hónap végén telik le, és hát ettől függ, hogy mikor kerül átadásra. Köszönöm szépen. Amikor lezárul, természetesen értesíteni fogjuk a képviselőtestület tagjait, és természetesen a lakosságot is, illetve a Városüzemeltető Kft-t, hiszen ő az üzemeltetője a piacunknak. Fenyves Vidor képviselő úr kér szót. Köszönöm a szót, polgármester asszony. December 6-án megnyitásra került a második adventi gyertyát. Itt még volt valami más is. A Mikulás csomagátadás, vagyis ünnepség 15 órától kezdődött. Ott részt vettem az egyik kollégámmal, azaz Balázs Sándorral, és amikor a levezető bemondta, hogy az önkormányzat által csomagokat szét fogják osztani, egyik párt által delegált képviselőtársunk nagyon hogy kikapta a levezető kezéből a mikrofont, és mondjuk azért, hogy a gyerekek ne tolakodjanak, de egy bizonyos mondatot is ott elhangzott, ami a fülemet nagyon sértette. Hogy a fideszes képviselők, ez a egy szó, jöjjenek is, segítsenek szétosztani. Hát ott voltunk mink is, ott álltunk a barátommal, mint az bizonyos valami alakadalomba, és megdöbbenten hallottuk, hogy a felvezető nem ezt mondta, és ő pedig felhívta, hogy csak a fideszes. Ez kicsit bosszantott, mert engem tavaly is ugyanezért, amikor kimentem volna segíteni itt a hivatalé osztani, ott is azt sem mondták azt, hogy miért vagyok ott. És ez elkérdésé véget, ezt a bizonyos szót, ha azt mondta volna, hogy a jelenlevő képviselők jönnek és segítsenek osztani, akkor egy árva szót nem szóltunk volna. De ez a megalázó, amit már kaptam másodjára, nekem ez nem tetszik. Vagy előtt tesznek valamit, hanem akkor kompromisszumkötés nem lehetséges. Köszönöm a szót. Köszönöm szépen, képviselő úr. Tehát december 6-ával kapcsolatban észrevételezett képviselő úr egy bizonyos dolgot. Tehát valóban így van, december 6-án került a város adventi koszorúján a második gyertya is meggyújtásra. Azt gondolom, hogy ez egy olyan fontos kezdeményezés, amit már évről évre hagyományosan megtart az önkormányzatunk, amikor is városi szinten is együtt éljük át az előkészületeket, és együtt készülünk erre a gyönyörű ünnepre, erre a nagyon szeretetteljes ünnepre. Ezen a napon egybeesett a Mikulással is, és valóban így van, ahogy képviselő úr elmondja, itt került kiosztásra az a Mikulás csomag is, amelyet a képviselők, illetve a támogatók adtak, hogy ezzel is szerezzünk örömet a gyerekeknek. Mint elmondta a képviselő úr, a konferenc is azt mondta, hogy felkéri a képviselőket arra, hogy együtt az önkormányzati képviselőket, hogy együtt adjuk oda az ajándékot a püspökladányi gyermekeknek. Én jó magam is ajánlottam is föl Mikulás csomagot, illetve a csomagba ajándékot, és azt gondolom, nagyon sokan ajánlottunk föl. Én szeretném megköszönni, hogy támogatták ezt a fajta elképzelést is. Az, hogy amit elmondott képviselő úr, azzal kapcsolatban azt gondolom, hogy egy megbeszélést kell folytatni, akire gondolt képviselő úr. Én szeretném leszögezni, hogy ott a konferenc minden képviselőt megkért arra, hogy közösen osszuk ki. Én jó magam, megmondom őszintén, fölmentem a színpadra, a sor végén álltam. Túl sok mindenkinek nem tudtam átadni az ajándékcsomagot, hiszen lehetőséget szerettem volna adni azoknak a képviselőknek, akik ugyanott voltak, és közösen tettünk eleget ennek a nagyon szép kötelességünknek. Balázs Sándor képviselő úr. Polgármester asszony, én megkérdezném november 23-ával kapcsolatban, hogy a Könyvjelző Nyári Olvasó-Napló elnevezésű pályázat mit foglal magába, tehát mi ennek a tartalma, szerepe. Továbbiakban megkérdezném, december 1-én Faragó Zoltán Püspökladányi Polgárőr Egyesület elnökével tárgyaltam. A kérdésem ebben a dologban az lenne, hogy van-e lehetőség arra, hogy ilyen tárgyaláson képviselők is részt vegyenek, hisz a polgárőrség munkája a városunkban nem egy közismert, tehát igazából feladatukat nagyjából tudjuk, de hogy milyen munkát mikor, hol végeznek, erre szerintem szükség lenne, és esetleg nem lehetne őket egy ilyen, tehát a rendőrség iránt, amikor részt vesznek egy beszámolón, hogy ők is egy beszámolóval vegyenek részt, ahol esetleg elmondhatnák itt a képviselőtestület előtt a munkájukat, annak fontosságát és a problémáikat, amire tudnánk segíteni. Tehát ez az rész. Csak ide csatlakoznék még szintén december 2-án, itt a közlekedés biztonsággal kapcsolatban, hogy mely körzeteket érintett ez a tárgyalás, milyen képviselők vagy kik kaptak erre meghívást, illetve ha a saját körzetem is érintette ez a fajta megbeszélés, akkor én miért nem kaptam erre meghívást. Köszönöm szépen, képviselő úr. Három kérdéskör lesz. Tehát az első az november 23-a. A Városi Könyvtár Könyvjelző Nyári Olvasó-Napló elnevezésű pályázat tartalmával kapcsolatban érdeklődik képviselő úr. Azt gondolom, hogy írásban akkor képviselő úrnak meg fogunk akkor válaszolni, mert akkor bekérjük magát a pályázatot, hogy miket tartalmaz. Jó, megfelel így képviselő úrnak, tehát írásban fogunk akkor erre válaszolni. A december 1-i polgárőrséggel kapcsolatban Faragó Zoltánnal, a Püspökladányi Polgárőr Egyesület elnökével tárgyaltam pályázattal kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy az a pályázati lehetőség, amely az egyesületeknek lett kiírva, mindenképpen támogatandó, és ezzel kapcsolatban keresett meg elnök úr, hogy tudunk-e segíteni ezzel kapcsolatban a Polgárőr Egyesületnek, magának a pályázatnak az összeállításában. Szeretném megjegyezni, hogy nem az önkormányzatnak kell beadni ezt a pályázatot, hanem az Egyesületnek, és ebben kért segítséget elnök úr magában az összeállításban, illetve magának a pályázat beadásának a segítésében. Felvetette azt képviselő úr, hogy a képviselőtestület nem tudja azt, hogy mikor, hol végzik a munkájukat, illetve milyen feladatokat látnak el. Azt gondolom, hogy elnök urat, ha megkeressük ezzel a felkéréssel, hogy időnként mondja már el azokat a feladatokat, amelyeket a polgárőrség végez, én azt gondolom, hogy nem fog elzárkózni, és mindenképpen továbbítani fogom ezt a fajta megkeresést. Egyébként annyit hadd mondjak már el, hogy ezt mindannyian tudjuk, hiszen a rendőrségnek az egyik stratégiai partnere az a polgárőrség, és maga a munkának a beosztása az közösen a rendőrséggel működik. Legjobb tudomásom szerint minden héten találkoznak a polgárőrök, tehát elnök úr a rendőrség munkatársaival, ahol megbeszélik azokat az időbeosztásokat, hogy mikor, milyen órában, merrefelé legyenek azok a munkálatok, amelyeket a Polgárőr Egyesületnek el kell végezni, illetve a rendőrség a támogatásukat kéri. Tehát egy szervezett beosztásról van szó. Van, amikor csak gyalogosan, van, amikor kerékpárral, illetve 2 autó is rendelkezésére áll ez évtől a polgárőrségnek, és ugye ezt is beosztják, hogy mikor, milyen funkciókkal kell, hogy ellássák az ellenőrzéseket. Mindenképpen fogom tolmácsolni ezt a megkeresést, és konzultálunk majd, hogy milyen formában mondja el elnök úr a képviselőtestületnek a munkáját. A következő kérdéskör, amelyet feltett képviselő úr, az december 2-a volt. A közlekedéssel kapcsolatban, tehát az egyeztetéssel kapcsolatban, mely körzeteket érintették, illetve hogy kik voltak a meghívottak. Irodavezető úrnak adnám meg a szót ezzel kapcsolatban. Ezt a megbeszélést a rendőrkapitányság kezdeményezte olyan okból, hogy fel akarták hívni az önkormányzat, illetve az közútkezelőjének, aki a Városüzemeltető Kft., az általuk ismert problémákat. Tehát ez a megbeszélés egyelőre egy szakmai megbeszélés volt, a későbbi kibővített, illetve képviselőket érintő megbeszélés ezt követően jöhet szóba. Ezzel elindult tulajdonképpen ez a közlekedési hibáknak, hiányosságoknak a feltárása. Ezért kérte polgármester asszony, hogy ezen a megbeszélésen is elhangzott, hogy a képviselők, illetve az önkormányzat jelezze a további jelenleg fel nem tárt hibákat, hiányosságokat, és egy újabb bejárásra sor kerülhet, ahova meghívásra kerülhetnek a képviselők is. Egyébként átfogó volt az egész város területén ismert, vagy részükről ismert problémákra hívta fel a rendőrség a figyelmet. Itt a táblákra, a Csillag utcán lévő görbetükör hiányára, ami azóta pótlásra került, hát és még egyéb, hát ezt majd meg tudja nézni a képviselő úr esetleg ennek a megbeszélésnek a feljegyzését, hogy milyen, mik hangzottak itt. Köszönöm szépen, irodavezető úr. Kincses László képviselő úr, kér szót, tessék. Az év vége úgy látszik, hogy most is az ünnepségek ideje. Éppen ezért most az első kérdéskörben az ünnepségekről, díjátadásokról szeretnék érdeklődni. Az egyik, ez a birkozók kapcsán a dr. Hegedűs Csavának átadott díj. Szeretném megkérdezni, hogy mikor alapította ezt a díjat a önkormányzat, vagy ki és mivel bízta meg a polgármestert, hogy ilyen díjakat alapítson, vagy átadjon. A másik kérdéskör pedig nyilvánvalóan az adventhez kötődik. Az elmúlt évekre visszatekintve az utolsó testületülés mindig kaotikus állapotok közt történt az elmúlt években, mert az előtte való hétvégén volt eddig a Krampus Fesztivál, amely az igen elmaradt. Szeretném megkérdezni, hogy a testvérvárosi kapcsolatokban mi okozta ezt a törést, mi volt ennek az indoka, mennyiben járult ehhez a töréshez hozzá a egyes püspökladányi képviselők minősíthetetlen magatartása, és ehhez a minősíthetetlen magatartáshoz újabban már az is csatlakozik, hogy a Püspökladányi Hírek című újság frissen megjelent számában csak a fideszes képviselők kívánnak boldog új évet Püspökladányi lakóinak, pártatlanul, függetlenül, elfogulatlanul. Ebben kapcsolatban megkérdezném, hogy ki fizeti ezt a hirdetést, amelynek politikai tartalma van, és a másikat is, amelyik ugye a menekült kvótákról szól. Azt gondolom, a Püspökladányi kormányzatának ilyen elfogulatlan vezetése van, hogy még az ünnepet is pártpolitikára használja ki, akkor ez is a méltatlanság bizonyítéka. Köszönöm szépen, képviselő úr. Tehát a Krampus Fesztivállal kapcsolatban érdeklődik képviselő úr, hogy miért nem került megrendezésre. Tisztelt képviselő úr, azt gondolom, hogy jogos ez a kérdés, hogy miért nem került megrendezésre, hiszen egy nagyon jó együttműködés van Püspökladány város önkormányzata, illetve a fischamendi testvértelepüléseink között. Az elmúlt években olyan fajta együttműködéseket tudtunk kialakítani, amely egyik eleme a Krampus Fesztivál. Ugye az elmúlt időszakban a grillás készítő püspökladányi kollégánk volt Fischamendnek a vendége, ahol a grillásnak az elkészítését tudta megtanítani az ottani érdeklődőkkel. Folyamatosak az együttműködések, hiszen kiállításokat is szerveztünk, illetve néptáncosaink is voltak kint. A kórus, a fischamendi kórus volt itt Püspökladányban, a püspökladányiak voltak kint Fischamendben, tehát egyértelműen lehet látni, hogy folyamatosan bővül az az együttműködés a két település között, ami ki tudja aknázni a lakosságnak is az együttműködés. 2015 az az év, amikor mindannyian sajtóból értesülhettünk arról, hogy az ország határainknál milyen problémák merültek föl tőlünk teljesen függetlenül, tehát Magyarországtól teljesen függetlenül. Ez a dolog, amely kialakult az utóbbi hónapokban, illetve közel egy évben, ez mind a két országot, Magyarországot is, illetve Ausztriát is érintette, és Emiatt gondoltuk azt, hogy lehet, hogy a szervezés kezdetekor, amikor elkezdjük a Krampus Fesztiválnak a szervezését, hiszen tudjuk mindannyian, hogy egy nagyon nagy busszal érkeznek a testvértelepülésünkről, hozzák azokat a fellépő ruhákat, amelyeket a püspökladányiak már nagyon jól ismernek. Lehet, hogy a magyarországi átjövetelkor még minden rendben van, de mivel a külföldi bevándorlások miatt nem lehet tudni, hogy mikor, mi fog történni a határokon, ezért célszerűbbnek tartottuk azt, hogy ebben az évben ne tartsuk meg ezt a fesztivált, de a jövőben, amennyiben realizálódik minden és nyugvópontra fog kerülni, természetesen erre ugyanúgy sor fog kerülni, mint ahogy ez idáig. A hirdetéssel kapcsolatban, tehát az újsággal kapcsolatban mondta a képviselő úr, hogy a hirdetéseket kifizeti. Azt gondolom, hogy ezután utána lehet nézni, tehát a hirdetés feladója. Balázs Sándor képviselő úr, kér szó. Polgármester asszony, irodavezető úrnak a válaszára reagálnék, hisz ebben az előttem lévő beszámolóban arról van szó, hogy önkormányzati képviselőkkel tárgyaltunk ebben a december 2-ai időpontban. Tehát ha itt ez szerepel, akkor vélhetően akkor itt valami fogalmazásbeli probléma lesz, hisz azt mondja irodavezető úr, hogy nem voltak ott képviselők. Ezáltal a válasz alapján, amit értelmeztem. De ha már itt tartunk, december 7-ével kapcsolatban megkérdezném, szintén szerepel az, hogy képviselő társaimmal és Boró Sándor országgyűlési képviselő úrral bejáráson vettünk részt a Püspökladányi járási hivatalban kialakított kormányablaknál. Itt szeretném megkérdezni, hogy polgármester asszony értelmezésében mit jelent az, hogy képviselő társaimmal, tekintettel arra, hogy erre sem kaptunk ellenzéki képviselők meghívást. Tehát minden képviselő Püspökladányban gondolom ugyanazokkal a jogokkal bír, és ebbe a rendszeresen visszatérő dolog, hogy képviselőtársaimat említ, és ez nem feltétlen minden képviselőt fedel. Köszönöm szépen. Amit képviselő úr elmondott irodavezető úrnak az egyeztetéssel kapcsolatban, tehát nem volt ott irodavezető úr, a kollégái voltak, hiszen más egyéb dolga is volt. Jó magam is részt vettem ezen az egyeztető fórumon, és amikor visszaérkeztek a Városfejlesztési Bizottságnak az elnöke, ő is becsatlakozott ebbe a megbeszélésbe, de az előzmények valóban úgy van, ahogy elmondta irodavezető úr, a rendőrség részéről volt ez a fajta megkeresés, és annyit hadd mondjak már el, hogy első körben javaslatot tett a rendőrség egy időpontra, melyet sajnos az önkormányzatunk nem tudott elfogadni, mert testületi ülésünk volt, és így került megállapodásban rögzítve, hogy mikor lesz ez az egyeztető fórum. A járási hivatal bejárásával kapcsolatban, tehát hogy a képviselőtársaim, jó magam is egy képviselő vagyok, és akik az asztalnál ülnek, mindenki a képviselőtársam. Köszönöm szépen. Meghívó nem ment erre a bejárásra, tehát nem került sor meghívó kiküldésére a járási hivatal bejárásával kapcsolatban. Kincses László képviselő úr, kér szó. És szeretném érezni, nem kaptam választ a birkózó díjátadással kapcsolatban. Jaj, elnézést, valóban. Köszönöm. Fölírtam pedig. Így van. Tehát az volt a kérdése képviselő úrnak, hogy milyen önkormányzati díj került megalapításra. Nem került önkormányzati díj megállapításra, hiszen ilyen díja az önkormányzatnak nincs. Ez egy nagyon szép és díszes oklevél, melyet a birkózók, a helyi birkózó egyesület felkért arra, hogy szeretnék ezt átadni, ezt az oklevelet, és mint önkormányzat egyetértek-e, mint polgármester ennek a oklevélnek az átadásával. Tehát nem díjról van szó, egy nagyon szép oklevélről, melyet a birkózók adtak át. és természetesen jó magam is csatlakoztunk hozzá, mert tényleg nagyon sok segítséget kaptak a birkózóink. Számtalanszor volt itt a volt elnök egyeztetni velük, tartott órákat, edzéseket, magának a centrumnak a kialakításában is azt gondolom, hogy nagyon jelentős szerepe volt a birkózóink életében. Kincses László képviselő úr. Második körös kérdésem. Igen, ez még az előző. Egyetlen egy témakör van, bár háromszor bántja a szememet a beszámolóban ez a mondat, hogy az ellenőrzésen mindent rendbe találtak a pályázatokkal kapcsolatban. Úgy látszik, ezt a sablon mondatot nem sikerült szövegszerkesztőből kiírtani. A mindent rendben találtak kifejezésre lenne kapcsolatban kérdésem. Mit vizsgálnak ilyenkor a projektzáró helyszíni ellenőrzésen december 1-én az Újtábbi Városrész vízcsatorna hálózatának kiépítése című pályázatban? A ellenmondást ugyanis abban vélem felfedezni, hogy amit ők vizsgálnak, az mind rendben van, amit meg egyáltalán betekintésre hozzájuthatok, ott meg semmi nincs rendben. Hogyan történhetnek ezek a dolgok? Itt mi nálunk. Jó, köszönöm szépen. Erikának, irodavezető asszonynak adom meg a szót. Tehát a pályázatoknál miket vizsgálnak? Konkrétan a uniós forrásból támogatott pályázatoknál mindent vizsgálnak, ahogy a városrámnál is elmondtam, ebben az esetben is vizsgálták a kivitelezést és a hozzá kapcsolódó összes tételt, műszaki ellenőr, projektmenedzser, mindent. És ennek a pénzügyi ellenőrzése és dokumentálása történt meg a hivatalban, illetve a helyszínen is voltak. Köszönöm. Jó, köszönöm szépen. Nem látok több kérdező szándékozót, átérünk akkor a véleményekre. Kincses László képviselő úr. Örültem volna, hogyha polgármester asszony válaszol, igen, és annak is örültem volna, hogyha a december 9-i soron kívüli képviselőtestületi ülés tartalmáról tájékoztatta volna a lakosságot, mert úgy látszik, ezt nem szívesen teszi. Így aztán akkor kénytelen vagyok én tenni. Tisztelt püspökladányiak, egy szűk héttel ezelőtt Püspökladány önkormányzata kénytelen volt, vagy úgy tűnik, hogy önkormányzatának több képviselője kénytelen volt lemondani 46 millió forintos pályázati támogatásról, abban a jogcímben, hogy ebben a bizonyos szennyvíz beruházási projektben nem vettük észre menet közben, hogy még ekkora pályázati forrás nincs lekötve, vagy menet közben úgy alakulhattak dolgok, hogy ezek a pályázati források felszabadultak. Anélkül, hogy most nagyon bele tudnék merülni részletekbe, szeretném jelezni, hogy abban, amiben betekinteni tudtam, abban az úgynevezett koordinációs egyeztetések jegyzőkönyveiben 32 darab sorszámozott jegyzőkönyvet kellett volna találjak, de nem találtam meg a 26-ost, a 30-ast és a 31-est, és ami ebben a legrosszabb, hogy a 32-es sorszámú 2014. október 15-ei. Tehát egy teljes évvel kapcsolatos koordinációs jegyzőkönyvek hiányoznak az önkormányzati irattárból. Többszöri kísérlet ellenére is erre a megállapításra kellett jutnom, a munkatársak nem tudták betekintésre átadni ezeket az iratokat. És hogyha arra is volna mód, hogy arról beszéljünk, hogy amiket viszont át tudtam tekinteni, abban mennyi arra utaló jel van, hogy az önkormányzat vezetése felelős azért, hogy erről a 46 millió forintról aztán itt a végén hirtelen le kell mondani, az bizonyítja, hogy ezek az ellenőrzések úgy látszik szelektívek, és ezek az ellenőrzések csak egy bizonyos szempontnak való megfelelést vizsgálnak, azt nem, és éppen ezért nekünk ezt saját hatáskörünkben kell majd megtenni. Erre tett jegyző úr utalást december 9-én, hogy független szakértő bevonásával kívánja ezt a projekttel kapcsolatos hiányosságokat, problémákat, visszaéléseket, bármit kivizsgáltatni. Annyival vagyok előrébb, és szeretném jelezni, hogy az eddig tapasztalt iratok azt bizonyítják, az abban foglaltak azt bizonyítják, hogy a felelőst a város vezetőjénél kell megkeresni. És épp ezért nem kell a munkatársakat vegzálni, nem kell kutakodni, hogy vajon ki miben mulasztott, a parancsokat mindig a városvezetője adja ki. 46 milliót ért ez most nekünk. Jó. Köszönöm szépen képviselő úrnak a hozzászólását, illetve a véleményét, mivel képviselő úr úgy kezdte, hogy tisztelt püspökladányiak, akkor engedje meg képviselő úr, hogy én is így kezdjem. Tisztelt püspökladányiak. Tehát az, amit Kincses képviselő úr elmondott, az nem igaz. Mégpedig azért, mert Püspökladány város önkormányzata egy Európai Uniós forrást megnyert az elmúlt években. Ez az Európai Uniós forrás, ez egyértelműen meg van határozva az Unió részéről, hogy ebben az esetben ugye az újtelepi városrészt érinti, mint a szennyvízvezetésnek a 100%-os elkészítése, tartalmazza az uniós pályázat a megvalósítást. Ezt az önkormányzatnak, mivel pályázati pénz, teljes egészében el kell végeznie. Püspökladány város önkormányzata ezt a beruházást, az újtelepi városrész szennyvíz hálózatának a kiépítését ennek eleget tett, teljes egészében megvalósította. Tehát az, amiről képviselő úr beszél, hogy az az összeg, amin az elmúlt testületi ülésen a képviselőtestület döntött, fel nem használt összeg, az azért keletkezett, mert az uniós forrásokat egyöntetűen csak arra lehet felhasználni, amit a pályázat enged. A kivitelező olcsóbban végezte el azt a kötelező feladatot, amelyre az önkormányzat megnyerte a forrásokat, és ez az az összeg, amelyet másra nem lehetett fordítani. Szeretném még egyszer leszögezni, hogy a pályázatban, amit az önkormányzatnak el kellett végeznie, 100%-osan eleget tett. Az, hogy még ezen felül az önkormányzat megkereste a közreműködő szervezetet, hogy még ezen felül szeretnénk elvégezni, illetve eszközbeszerzéseket szeretnénk megvalósítani, ezeket az önkormányzat elküldte a közreműködő szervezetnek, melyet a képviselőtestület határozatával meghozott, mert csak úgy lehet megkeresni a közreműködő szervezetet, és voltak olyan tételek, amelyeket támogatásra ítélt a közreműködő szervezet, ilyenek például a szivattyú beszerzések, egyebek. Volt olyan tétel is, amelyet a közreműködő szervezet az elszámolások során nem engedélyezett az önkormányzatunknak. De a pályázatban elnyert forrásból a kivitelezést, a vállalt beruházást az önkormányzatunk teljesítette. Rásó János a polgármester úr. Köszönöm a szót, polgármester asszony. Két dologra szeretnék reagálni, mint ahogy az előtte, hogy a jelentésben is láthatjuk, illetve hát aki ott volt részt vett rajta, azt tudja, hogy az megelőző három vasárnapon volt az adventi gyertyák meggyújtása a szabadtéri színpadon, a negyedikre pedig a következő vasárnapon fog sor kerülni. Én szeretném tisztelettel megköszönni az intézményeinknek, illetve a civil szervezeteknek, hogy részt vettek a programok összeállításában, lebonyolításában és szervezésében. Még a hideg ellenére is lelkesen vállalták a fellépést, és nagyon színvonalas programot biztosítottak az adventi időszakra. A másik dolog pedig a Haladás utcai vízelvezetéssel kapcsolatban szeretném megköszönni polgármester asszonynak, illetve a polgármesteri hivatal munkatársának, szakemberének, illetve mindazoknak, akik részt vettek abban, hogy ez a munka megvalósuljon. Ez a terület régóta terhelt ezzel a problémával is. Reméljük, hogy hamarosan befejeződik ez a munka, és az itt élők nyugodtan várhatják a csapadékos időszakot. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a polgármester úr! Balázs Sándor képviselő úr! Köszönöm, polgármester asszony! Tekintettel arra, hogy ez a képviselőtársaimmal bejegyzés többször, több ilyen beszámolóba vagy jelentésbe előkerült, és ezt már többször szóvá tettük. Én egy javaslatot tennék arra, hogy aki a jelentést megszerkeszti, hogy a továbbiakban az ilyenfajta úgymond csak fideszes frakciós társai jelenléte esetén, akkor fogalmazzuk úgy, hogy Fidesz frakció társaimmal vettem részt ezeken a különböző programokon. Címszó kerüljön. Köszönöm szépen képviselő úr a hozzászólását, illetve a véleményét. most is ugyanazt tudom mondani, képviselő úr is ugyanúgy képviselőtársam, és néhány nappal ezelőtt például együtt voltunk egy rendezvényen, ott is majd a következő beszámolomba úgy fogom megemlíteni, hogy képviselőtársaim. Jó magam, arról nem tehetek, hogy találkozunk-e egy rendezvényen, együtt tudunk-e ülni. Én nagyon örültem annak, hogy az elmúlt időszakban több olyan rendezvény volt, ahol együtt, egy asztalnál, egy sorban tudtunk ülni a rendezvényeken. És bízom benne, hogy a jövőben is így lesz. Kincses László képviselő úr. Vannak rendezvények, meg vannak munkaértekezletek. Ne tegyünk közé egyenlőségjelet. A rendezvényekre mindig mindenkit meghívnak, a munkaértekezletekre meg nagyon szelektíven. És ez azért példának okája a szennyvízzel kapcsolatban is igen érzékelhető volt, hiszen nekem máshonnan kellett megtudnom, hogy mikor történik a műszaki átadása például a projektnek, és amikor bementem abba a pillanatban, már meg is szakadt a műszaki átadás, mert hát illetéktelen, számukra illetéktelen került a körbe. Nos, ezt azért kell hangsúlyozni, mert a polgármester azt mondja, hogy megint nyíltan belehazudott a lakosság szemébe a szennyvízberuházással kapcsolatban, és mivel arra most nincsen mód, hogy részletesen kifejtsem ezt, valószínűleg a hosszú 6 hetes szünet a két testületülés között majd lehetőséget ad arra, hogy erről majd megfelelő helyen és megfelelő időben, megfelelő részletességgel lehessen tájékoztatni a lakosságot. Amit most röviden mondanom kell, az az, hogy amiről ön beszél, hogy mit a közreműködő szervezet mit hagyott jóvá és mit nem hagyott jóvá, az csak azt mutatja, hogy szeretné elkenni a felelősséget. Itt az történt ugyanis ebben a konkrét esetben a szennyvíziszaptároló lefedésével kapcsolatban, hogy ez napirenden volt, ezt műszakilag is véleményezték, sőt költségkalkuláció is készült rá, és még adtuk be a közreműködő szervezet felé a kérelmünket, hogy ezt megvalósítsuk. Tehát a felelősség az bizony itt egy egyszemélyes döntésé, és ezt azzal szeretném nyomatékosítani, hogy 2014. március 20-án ebben a bizonyos jegyzőkönyvben a következő bejegyzés szerepel. A múlt heti vezetői egyeztetésen a polgármester részt vett, de nem tudtunk megegyezni, mert idő előtt távozott. Na most akkor, ha ilyen megjegyzés van egy hivatalos dokumentumban, akkor én nem keresek további felelősöket. A felelős megvan. És idén májusban, amikor a polgármester azt mondja, nem volt hajlandó a kivitelezőt fogadni, nem volt hajlandó dokumentumokat aláírni, majd a minisztériumi egyeztetése nem volt hajlandó elmenni, akkor szintén meg kell kérdeznem, hogy vajon ki és miért felelős itt még önök kívül. Jó, köszönöm szépen képviselő úr. Tehát a műszaki átadással kapcsolatban, illetve amiket elmond képviselő úr, én ugyanazt tudom mondani képviselő úrnak. Tehát egy-egy beruházásnál ugye tudjuk nagyon jól, hiszen számtalanszor találkoztunk azzal az elmúlt években, amikor egy beruházásnál különböző pótmunkák, illetve egyebek merülnek föl. Ezt a műszak jelzi a hivatal apparátusának, amit ők egy előterjesztés formájában behozunk ide a képviselőtestületnek, hogy a műszak részéről problémát, illetve módosításokat kérnek. Ezt nem egy személyben, ezt csak a képviselőtestület döntése értelmében lehet továbbítani a közreműködő szervezetnek. Tehát itt maximálisan visszautasítom, amit elmond képviselő úr, mert ehhez testületi döntés kell. Az, hogy a közreműködő szervezet hoz egy álláspontot, illetve egy döntést, hogy melyek azok, amelyeket elfogad, illetve támogathatónak ítél meg a beruházás kapcsán, az nem az én döntésem, nem a testületnek a döntése, ez egyértelműen a közreműködő szervezeté. Miért is van erre szükség, tisztelt képviselőtársaim? Azért van erre szükség, mert ezeket a forrásokat az Európai Unió támogatja. Maga az elszámolás, amikor ugye sok pályázatunk most évvégével kerül elszámolásra és lezárásra, hiszen az Európai Uniós pályázati ciklusnak most vagyunk a végén, ilyenkor a magyar kormány a felelőse annak, hogy ezek a pályázati források, ezek elszámolhatóak legyenek, mert amennyiben olyan problémák merülnek fel, hogy az Unió nem fogadja el az elszámolásokat, akkor az önkormányzat, az önkormányzatok, mint nyertes pályázók nem tudják elszámolni azokat a forrásokat, nem tudják lefedni, akkor ez azt jelenti, hogy a magyar kormánynak kell helytállnia az önkormányzatoknak a tévedése miatt. Tehát a közreműködő szervezet egy olyan fontos döntéshozó az Európai Uniós pályázatoknál, amelyet nekem is, a képviselőtestületeknek, és most direkt mondom többes számban, mert minden egyes önkormányzatnál így működik, tehát nekem is, a képviselőtestületnek is, illetve képviselő úrnak is ezt el kell fogadnia. Tehát nem egy személyes döntésekről van szó, egy nagyon körültekintő, illetve átfogó döntést hoz meg a közreműködő szervezet. Balázs Sándor képviselő úr. Véleményezni, vagy inkább kérdezni ebben a szakaszban már igazából nem lehet, tehát ezért kénytelen vagyok valahogy máshogy előadni, de itt ennek a jelentésnek a hitelesítése az nem a polgármester asszony személyébe történt, hanem a polgármester úr végezte el. Tehát ezt is egy kicsit értetlenül nézzünk rá, hogy miért. Jó, tehát a véleményezési szakaszban vagyunk. Az alpolgármestereknek az a kompetenciája, amivel a polgármester megbízza. Azon a napon, amikor elkészült a polgármesteri jelentés, illetve kinyomtatásra került, más teendőim voltak, jelen esetben nem is tartózkodtam Püspökladányban. Természetesen tudtam, hogy mi van a polgármesteri jelentésben, illetve ebben az előterjesztésben, és a polgármester úr volt az, akit meghatalmaztam, hogy aláírja a nevemben azt a jelentést, amely most ott van képviselő úrnál. Volt már ilyen, bizonyára lesz is még ilyen. Jó, köszönöm szépen akkor a hozzászólásokat. Arra kérem akkor a képviselőtestület tagjait, legyenek kedvesek az első napi rendi pontról most döntést hozni. Nyolc igen, 4 tartózkodással elfogadtuk a napi rendi pontot. A következő előterjesztés, amit meg kell, hogy vitassunk, illetve döntést kell, hogy hozzunk, a második napi rendi pontunk, előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról címet viseli. Dr. Lente Péter elnök urat kérdezem. Köszönöm szépen a szót, polgármester asszony. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a Püspökladány város 2015-ös költségvetésének harmadik alkalommal történő rendelet módosítását. A bizottságban irodavezető asszony elmondta egy elírást, amit gondolom mindenki észrevett a harmadik oldalon. Ennek megfelelően megtárgyaltuk, és a bizottság elfogadása javasolta a rendelet módosítást. Köszönöm szépen. Jó, áttérünk akkor a kérdésekre. Parancsoljanak! Kincses László képviselő úr, tessék. Tegnapi bizottsági ülésen nem indokolt okokból felcserélődtek a napirendek, és ezért én már nem tudtam részt venni ennek a napirendnek a megtárgyalásán. Most se értem, hogy miért volt erre szükség, de emiatt bizonyos kérdéseimet nem tudtam bizottságon föltenni. Az anyagok kapcsolatban, hát végtelen sorozatban lehetne sorolni a hiányosságokat, a kérdőjeleket, néhányat szeretnék most elmondani. Van egy bizonyos 1.613.000 forintos földdel kapcsolatos bevétel, amelyet külön tételként tegnap például a Városfejlesztési Bizottságon nem hallottam. Ott nem mondták el, hogy Lucernából mennyi bevétel van, hát ha ez az. A kukoricáról, illetve a napraforgóról hallottunk állítást. A negyedik oldal közepén vannak átcsoportosítások, gyógyfürdő, nyugdíjas, 70 év fölött, stb. Azt szeretném megkérdezni, hogy honnan, milyen feladat terhére történt az átcsoportosítás, mert nem tudom, hogy többletbevételeink honnan keletkezhettek-e. Az egyik legerősebb állítás az a 93 millió forintos tétel, amelyikről a írásos előterjesztés nem szól. Közfoglalkoztatással kapcsolatos többlet, 69 főnek a foglalkoztatása. Ezt a kérdést néhány fajta módon már képviselőtársaim jobbikos képviselőtársaim érintették, ez az a bizonyos terület, amelyeket a legnagyobb titok övez. Szeretném megkérdezni azt is, hogy a nyugdíjazással kapcsolatos többletköltségek mit is tartalmaznak, illetve hogy azt hogyan oldották meg, hogy a felmentési időre hogy kihelyettesít, vagy mi ez ennek az a technikája, ami mondjuk az, hogy ezeket a költségeket okozhatják. És van még olyan, amelyeket bizony a működési bevétel, intézményi működési bevételek közt úgy eldugogatnak, és ilyen többletbevétel a legkiemelkedőbb a GESZ-nél 17.110.000 forint. Meg kell kérdezni, hogy honnan származnak ezek. Jó. Köszönöm szépen képviselő úr a kérdéseit. Tehát átcsoportosítások, illetve a földbevétellel kapcsolatban irodavezető asszonynak adnám meg a szót. Tehát bizottsági ülésen is elhangzott az, hogy ez az 1.613.000 forint az a mezei leltár a tavaly őszi munkálatokat tartalmazza. És azért csak ennyivel lett megemelve a bevétel, mert még pont a kukorica eladás folyamatban van. És pontos adatokat, mint mondtam, bizottsági ülésen még nem tudunk. A január 2-es ütemű rendelt módosítást tartalmazni fogja a teljes földből származó bevételt. Tehát ennek ez volt az oka. A nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésére született egy testületi határozat, és abban is azt szerepelt, hogy a segélyek közötti átcsoportosítással oldjuk meg. Beszéltünk bizottságülésen arról, hogy ez az év a segélyek tekintetében egy átmeneti év, és az idei lakásfenntartási támogatás, ami államilag támogatott ellátási forma, ez kifutó rendszerben van, és ami a helyébe fog lépni teljes mértékben az a lakhatási támogatás, és ezen a soron keletkezett még most idén megtakarítás, amit át tudtunk csoportosítani. Közfoglalkoztatás tekintetében ezt is bizottságon tárgyalták a képviselők, akkor is elmondtam, hogy folyamatosan indulnak közfoglalkoztatási programok. Amennyiben lejár az egyik program, rövid határidőn belül elindul a második. És ennek, vagy ebből adódik az, hogy meg kellett emelni az előirányzatát ennek a sornak, és ez egyébként tehát támogatott, a Munkaügyi Központ által támogatott. A két intézménynél is jelentkezik nyugdíjazás, illetve nyugdíjazás miatti többlet, illetve helyettesítési költség. A nőknek a 40 éves munkaviszony utáni nyugdíjba vonulási lehetősége nem kötelező bejelenteni évelején a munkáltatónak. Ezek a bejelentések évközben történtek meg. Erre a költségre az intézményeknek nincs fedezetük, ezért is kell ezt biztosítani. Jogszabályban benne van, hogy hány hónapra kell felmenteni a munkavállalót, természetesen erre a felmentési időre helyettesítést biztosítani kell. Ennyit szerettem volna mondani, köszönöm. Jó, a GESZ-tel kapcsolatban kérdezett még képviselő úr. A GESZ többletbevételét maga az intézmény nyújtotta be számunkra, tehát ezt az intézmény tudja megmondani, hogy konkrétan miből adódik, de ez a többségében az étkeztetésből származó bevétel. Szóval. Okay. Jó, köszönöm szépen. Fenyves Vidor képviselő, ott tessék. Szóval polgármesterasszony, nekem van a kötelező feladatoknál az első közvélekedés eredeti előirányzat 40 millió forint. Tavaly is ennyi volt, most itt van egy sor, hogy -2, azaz módosított 38 millió forint. Tavaly ezt a 2 millió forintot adattuk a úszóknak és a vízilabdásoknak. Most úgy látom, hogy ne adjuk oda, nekik egy -2 milliót lecsíptek a egyéb kiadásokra. Miért van ez? Hát a másik Püspökladányi gyógyfürdő támogatása 20 millió forint. A mostani a 16-os projektben meg van olyan, hogy egyéb kötelező önkormányzati feladatok itt meg van 40 millió forint. Ez a 20 millió forint nem kevés a KFT-nek? Már ezt akartam inkább megkérdezni, mert ez nagyon, nagyon kevés. Most is 41 millió forint plusz kaptak. Úgyhogy nem kéne inkább adni azt a 40, és akkor tudnának gazdálkodni. Köszönöm. Jó, köszönöm szépen. Tehát a kötelező feladatokkal kapcsolatban tett fel egy kérdést. Képviselő úr, irodavezető asszony, parancsoljon. A közvilágítással kapcsolatban, tehát ott keletkezett 2 millió forint megtakarítás, ez lett átcsoportosítva, viszont azt nem tudom, hogy tavalyi évben át lett csoportosítva. Elnézést kérek, tehát így maga ez a kérdés számomra nem tudom értelmezni. Irodavezető asszony? Nem tudom pontosan tavaly évben, hogy volt az átcsoportosítás. Azt tudom elképzelni, hogy akkor felmerült egy olyan többletköltségigény, amithez megtakarítást kellett keresni, és ez a közvilágításon jelentkezett, de pontosan nem emlékszek a tételre. A városüzemeltetőnél kapcsolatban pedig gondolom arra gondol képviselő úr, hogy állami támogatást kapunk ilyen feladaton, 41 millió forintot, viszont ez a költségvetési törvényben benne van, hogy ezekre kapott támogatásokat át lehet csoportosítani egyéb kötelező önkormányzati feladatokra. Köszönöm. Köszönöm szépen. Balázs Sándor képviselő úr. Szóval polgármester asszony. Hát az előző testületi ülésen én rákérdeztem konkrétan erre a likvid hitel visszafizetésére. Úgy látszik, lassan nekem is lesz egy varázsgömböm, mert arra gondolok, hogy azért is kérdeztem meg, mert fent állt az a lehetőség, hogy nem fogjuk ezt a likvid hitelt olyan könnyedén visszafizetni az adott dátumon. És itt az előterjesztésben olvasható is, hogy a gyógyfürdő december 31-ig nem tudja kifizetni ezt a likvid hitelt, ezért itt is átcsoportosításra kerülne, tehát önkormányzatunk finanszírozná meg a likvid hitel visszafizetését, és a gyógyfürdő majd vissza fogja nekünk fizetni 2016 év elején. Ez így magában első hallásra is érdekessé teszi ezt a problémát, hiszen az előző kérdésben képviselőtársam arra utalt, hogy tavaly a közvilágításból megmaradt 6 millió forintot átutaltuk a Városüzemeltető Kft.-nek, hogy a negatív mérlege pozitívba billenhessen át. Ha most ebben az évben ez ugyan gondolom nem így történik, hisz megint csak ott tartunk, van egy hiány, ezt a hiányt valahogy be kell tömni. Én arra gondolok, hogy az a támogatás, amit mi adunk konkrétan a Városüzemeltető Gyógyfürdőnek év elején, tehát ami a költségvetésben szerepel a 40 millió helyett, az a 20 millió forint, itt az összegeket kerekítettem, ez elgondolkodtathatna mindenkit, hogy nem kellene ezt a 40 milliót már év elején oda adni nekik, és nem kellene őket abba a kellemetlen helyzetbe hozni évvégén, hogy sajnos mindig ilyen átcsoportosításokra van szükség ahhoz, hogy az ők üzemeltetésük fennmaradhasson, megmaradhasson. Kérdezem én, hogy ez, mivel a 2016-os költségvetésben is ugyanígy szerepel, hogy miért és miért nem abban a formában történik, hogy évelején megkapják azt a pénzt, ami őket illeti meg. Köszönöm szépen. Tehát a hitellel kapcsolatban irodavezető asszony, parancsoljon. Az előző évhez képest annyi változás van a folyószámla hitelekkel kapcsolatban, hogy az önkormányzati tulajdonú Kft.-nek is előírták azt, hogy fel kell tölteni a folyószámla hitelet. Tehát nem lehet hitelük, működési hitelük évvégén. Tehát ez a tavalyi évben még engedélyezett volt, idén már nem. Ezért van az a rendelet előterjesztésében, hogy meg kell előlegezni ezt az összeget, ami majd visszafizetésre kerül természetesen. Mindez azért, hogy a jogszabálynak megfeleljen a önkormányzati tulajdonú Kft. Is. Tavalyi év során 6 millió forint pótlirányzat lett lebontva a Városüzemeltető Kft.-nak. Az a 6 millió forint nem azt jelentette, hogy nem volt folyószámla hitelkeret vagy felhasználása. A beszámolókban is látszott, hogy volt folyószámla hitelük év végén, akkor még engedte a jogszabály. Ez a 6 millió forint tehát nem a tavalyi 41 millió forintos folyószámla hitelkeretének a nullára állítására volt fordítva. Köszönöm. Jó. Köszönöm szépen. Dúró Ferenc képviselő úr, kér szót. A szót tartalmazza az előterjesztés a városmarketing koncepció elkészítését 1 millió forinttal. Azt szeretném megkérdezni, hogy ez mikor lesz majd elkészítve. És itt még a 7. sorban a tüdőszűrőgép beszerzése, ez is már régóta húzódó dolog, hogy ez mikor lesz beszerezve. Köszönöm. Jó. Köszönöm szépen. Irodavezető asszonynak adom meg a szót. A városmarketing koncepcióra 2011-es határozat alapján van beállítva ez az 1 millió forint. Ez minden évben húzódik, tehát el van különítve rá a forrás. A tüdőszűrő képbeszerzése is ugyanennek a metódus alapján be van állítva, amennyiben a képviselőtestület más döntést fog hozni, akkor természetesen átcsoportosításra fog kerülni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kincses László képviselő úr. A második kérdések előtt jelezném, hogy nem kaptam választ arra, hogy a közfoglalkoztatás átvétel soron levő 93,8 millió forintról a szöveges előterjesztés miért nem szól. A legnagyobb tételt elfelejtjük megemlíteni, míg egészen aprókat pedig úgy tesszük, hogy milyen gondosak vagyunk. Szeretnék erre most választ kapni, mielőtt egy kérdést felteszek. Jó, köszönöm szépen. Irodavezető asszony. A költségvetési rendeletnek a mellékletei részét képezik a rendeletnek, viszont az előterjesztés szövege nem. Én azt hiszem, hogy a jogszabály előírásoknak eleget tettünk, tehát a táblázatban fel van tüntetve. A közfoglalkoztatásról általánosságban szokott lenni írva. Ebben az esetben nem írtunk róla. Ez egy folyamatos év közben állandóan felmerülő tétel, amit egész évben nyomon követünk, és tehát az előzőekben írva volt róla, illetve most a táblázatokban fel van tüntetve. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kincses László képviselő úr. Majd a polgármester asszony válaszát várom, legalább az összefoglalóban ezzel kapcsolatos álláspontjára kíváncsi vagyok, és nem csak én, hanem az egész lakosság. Második kérdéskör. Szeretném megtudni, hogy a könyvvizsgálati díj ügyvédi költségek soronra miért kellett 2 millió forintot átcsoportosítani többletként. A pénzbeli és természetbeli ellátások sorát 14.863.000-re csökkentették. Ebből látszik valami a 70 és 90 év felüliek támogatásában, de a többi hol találjuk meg. Miért kellett a Start munkaprogram saját forrásához 500 ezer forinttal megemelni a pótelőirányzatot? Ugyanez vonatkozik a segítők kezekre, 6 millió forinttal kiadási előirányzat növelés tapasztalható. Milyen forrásból, illetve milyen feladathoz szükségesek ehhez? És lezárásképpen azt szeretném megismerni, hogy a bentlakásos otthon létesítése címen 1.2.12 17 millió forint szerepel, 6.960.000 forint bér, és annak közterhelyi 1,7 millió forintban, és 1,8 millió forint dologi kiadás. Mi, miért, honnan, hova? Oké. Rendben van. Irodavezető asszonynak adom meg a szót. Hát őszintén megmondom, hogy elvesztettem a fonalat a jegyzetelés közben. A szakértői díjaknál tavalyi évről áthúzódó kiadások miatt kellett megemelni az előirányzatot. A segélyekkel kapcsolatban a segélyek közötti átcsoportosítás ment végbe. A segítőkezekkel kapcsolatban időközben normatíva felmérés volt, és ez okoz eltéréseket, és tovább nem jutottam. Segítek, tehát a könyvvizsgálati díj volt, azt akkor mondta. Ezt elmondta irodavezető asszony, természetbeni juttatás volt, igen, Start minta program volt a következő. Az a többletköltség. Igen, igen. Tehát a szeptemberi rendeletmódosítás tartalmazott egy bevételnövekedést, és azóta ez a startmunkából származó bevétel növekedett 500 000 forinttal, és ezt vittük be előirányzati szinten. Igen, a segítőkezek volt, arra megkaptuk a választ, illetve a bentlakásos otthonnal kapcsolatban volt az utolsó kérdéskör képviselő úr részéről, tehát a dologi kiadások, illetve a 17 millió forint, ami beállításra került. Hát a bentlakásos otthonnal kapcsolatban évelején elkülönítésre került 17 millió forint, és ezzel kapcsolatban a személy és járulékkiadások a őrzéssel kapcsolatban merültek fel, a dologi kiadások a szakértővel kapcsolatban, illetve van 6,5 millió forint még ezen kívül tartalékként elkülönítve. Köszönöm. Köszönöm szépen. Balázs Sándor képviselő úr. Köszönöm a szó, polgármester asszony. Én afelől érdeklődnék, hogy irodavezető asszony válaszába elhangzott az, hogy a tavalyi évben még működött az a dolog, hogy a likvid hitel nem került kifizetése, és ez majd januárban történt meg, vagy történhetett meg, feltételezem én. Akkor azt kérdezném meg, hogy a testületi ülésen, amikor odaítéltük ezt a 6 millió forintot, akkor vélhetően ezt a működési költségekhez kellett hozzátenni, ahhoz, hogy működőképes maradjon a Kft. Akkor kérdezem, ezek után továbbiakban, hogy miért lett ez az információ tavaly elhallgatva, miért nem volt ez a testület tudtára adni, hogy itt azért vannak likvid hiteli problémák, illetve, hogyha ezt már tapasztaljuk évek óta, hogy ez probléma, akkor miért nem teszünk ellene? Ennyi. Köszönöm szépen, parancsolja Erika. A likvid hitellel kapcsolatban én nem hiszem, hogy el lett volna titkolva. A Városüzemeltető Kft. Beszámolója tartalmazza minden évben december 31-én milyen likvid hitellel zárt. Ezt idén tavasszal is benyújtották. Az, hogy jogszabályi változás van, nem kellett januárba feltölteniük a folyószámlahitelt. A folyószámlahitel egy rulírozó hitel, tehát évközben mozog. Vagy igénybe vesszük valamennyire, vagy nem. Tehát nem volt ilyen előírás, hogy januárra fel kellett töltenie, évközben mozog ez az hitel. A 6 millió forint többlet támogatás volt a feladatállátással kapcsolatban, és nem a likvid hitellel kapcsolatban lett biztosítva tavalyi évben. Jó, köszönöm szépen. Kincses László képviselő úr, tehát az SMS-ünk szerint kétszer lehet. Tehát kérdéseknél járunk még, képviselőtársaim. Jó, átérünk a véleményekre. Kincses László képviselő úr. Csak jelenteni szerettem volna, hogy nehogy elfelejtse polgármester asszony, hogy vélemények is van. Hát hogyne? A kapott válaszok nemhogy nem kielégítőek, hanem egyre aggályosabbak. Úgy tűnik, hogy a legnagyobb cél az, hogy egy ilyen előterjesztés minél homályosabban fogalmazó, hogy az utókornak nem maradjanak fel logikai láncszemek, hanem hogy az utókorban külső és független szakértők igen alapos, több hónapig tartó munkával tárják fel az önkormányzati visszaélések sorozatát. Ez körülbelül erről szól. Épp ezért azt a részt, amelyet Balázs képviselő elkezdett, én csak egyel fejezni folytatnám. Az, hogyha a Városüzemeltető Kft-nk ebbe a szituációba kerül, úgymond jogszabályváltozás miatt, az éppen az bizonyítja be, amit néhány héttel ezelőtt a pénzügyi bizottság javaslatára megváltoztattunk, hogy ne is kelljen neki beszámolni arról, hogy hogyan használja fel a hiteleit, elég csak egy évben egyszer. Na már ugye itt vagyunk egyből, hogy amikor van egy jogszabályváltozás, egyből kiderül, hogy a királymeszterem. Magyarul egyszerűsítem, ők nem fogják tudni visszafizetni se nekünk. Mert itt januárban, februárban és márciusban a lehető legmagasabb fűtési költségek vannak, amikor számára a lehető legtöbb hiteligénybevételére van szükség. Mi ez a megfogalmazás, hogy majd 2016 év elején visszafizet? Legyenek szívesek már, ne játsszuk el itt egymással. És akkor a bentlakásos otthon. Természetesen tudom, hogy mit tartalmaznak ezek az összegek, csak önök ezt el akarják hallgatni. Ezek az összegek pontosan azt tartalmazzák, amit indokolatlanul, oktalanul a püspökladányi önkormányzat vezetője, a polgármester önkényes döntései alapján fizetünk ki. Hiába mondja azt, hogy a testület megszavazta, de a testület nem azzal bízta meg, hogy amikor felbontunk egy építési szerződést, akkor ön továbbra is érvényben hagyja a szakértői szerződést, mert azt legalábbis fel kellett volna függesztenie. Erre előterjesztést kellett volna tennie, hogy a testület döntsön arról, hogy addig nincs szakértői tevékenység, ameddig nincs építés és nem lehet átadni egy épületet. Ugyanakkor pedig elkezdenek egy őrzésvédési tevékenységet úgy, hogy arról a testületet szintén nem tájékoztatják, csak a Püspökladányi Hírek című újságból tudjuk meg, hogy egy őrzővédő Kft. Védi a területet. És akkor betekintek, akkor meg azt látom, hogy nincsen semmilyen Kft., legalábbis a papírok nem arról szólnak, hanem egyéni foglalkoztatásról szólnak a papírok. És akkor meg kell kérdeznem, hogy ki adott arra felhatalmazást a polgármesternek, hogy ilyesfajta módon havi 600 000 forint évi 8 millió forint elköltését saját utalmányozási jogkörébe vonja. Hivatali hatalommal visszaélés. Ezt így hívják. És hadd tegyek még egyet hozzá. Ha egy éjjeli őrző-védő ember 7 nap alatt 147 000 forintot keresett, azt minek hívják, hanem hűtlen kezelésnek? Jó, köszönöm szépen. Tehát a bentlakásos otthonnal kapcsolatban hadd adjam már meg a szót akkor irodavezető asszonynak. Tehát a költségvetéskor el lett fogadva ez a 17 milliós keret, a szakértőre egy élő testületi határozat van. Az őrzéssel kapcsolatban csak annyit szeretnénk mondani, hogy ez a 7 nap, amit képviselő úr mond, az 24 órás ciklust jelent, tehát hogyha 8 óránként tekintem, akkor 21 munkanapot jelent. Ezek az őrzésvédő emberek megbízási szerződéssel voltak foglalkoztatva, pontosan azért, mert nem lehetett tudni, hogy mikor folytatódik a beruházás, és ezért ilyen formában voltak alkalmazva. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tényleg különösebben nem akarok én erre reagálni, amit elmondott képviselő úr, hiszen mindannyian tudjuk azt, hogy volt olyan időszak, amikor még az átadás-átvétel történt a vállalkozó részéről, amikor az ő őrző emberei is ott voltak, hiszen értékek, püspökladányi értékek voltak, és természetesen erről is beszéltünk bizottsági, illetve testületi ülésen is, ahhoz, hogy az átadás-átvétel rendben menjen, az önkormányzat is adott arra felhatalmazást, hogy az önkormányzat részéről is védjék azt a területet, mert ott értékek voltak, képviselő úr. És nagyon, nagyon sajnálom, ha képviselő úr ezt nem akarja megérteni, vagy nem támogatja, mert akkor olyan dolgok is eltűnhettek volna arról a területről, ami jelen pillanatban is ugye átvételkor ott voltak, és minden a rendelkezésére állt az önkormányzatnak. Tehát erről a képviselőtestület is tudott, párhuzamos őrzés volt a vállalkozó részéről is, illetve az önkormányzat részéről is. Jó? Véleményeknél járunk. Kincses László képviselő. Azt nem tette hozzá, hogy ez 3 hónapig tartott, május 15-től mondjuk augusztus elejéig. De az, hogy utána mi történt egy állóéven keresztül, ugye az a mély homály repé. Igaz, hogy helyette választási kampányban mindenfajta módon, még hangos bemondóval is képesek megrágalmazni engem csak azért, mert ezzel kapcsolatban állításokat teszek, amelyek állítások egy éve később meg be is bizonyosodnak. Akkor ide jön az a következő rész. Április 3-ától, 2014 április 3-ától, amikor a kivitelezőnek már a ködbéres időszaka is letelt. Május 15-ig, 6 héten keresztül. Miért nem őrizte senki Püspökladányi részéről azt az építkezést, csak május 15-e után? Miért adtunk egérutat a kivitelezőnek arra, hogy 6 héten keresztül azt tegyen, amit akar? És aztán miért választott valaki, most már, ahogy olvasom a megbízási szerződést, a polgármester olyan őrzővédőket, akik jelen pillanatban bírósági terheltek, eltulajdonítás miatt. És olyan személyeket alkalmazunk, akik visszavonják a engedélyeit. Csak úgy szeretném jelezni, hogy amikor odafigyelt a kiválasztásra, akkor ezeket miért nem vette figyelembe? Történt-e beszerzési eljárás az ügyel kapcsolatban? Nem történt, vagy legalábbis ennek nyomát nem találtam. És akkor még egyet zárnám. Meg azt se találtam meg, hogy minek alapján utalványozták a jövedelmeket vagy béreket, mert 2014. május 15-től 2015. február 28-áig még jelenléti évek sincsenek. Vagy legalábbis nekem nem adták ide. Erre csak azt tudom mondani, hogy ezek az eljárások mind az olyan kompetenciában körülbelül tartoznak, mert benne van a megbízási szerződésben, hogy a megbízott köteles Dombi Imréné utasításait végrehajtani. Ebben a felelőssége csak önnek van, senki másnak. Jó, köszönöm szépen, képviselő úr. Tehát a 3 hónappal kapcsolatban véleményezett képviselő úr, képviselő úr is tudja nagyon jól, hogy amikor elindult az átadás, átvétel, akkor időközben valaki vagy valakik feljelentést is tettek a rendőrségen. Tehát ez azt jelentette, hogy ennek az átadás átvételnek ugye folynia kellett, őrizni kellett az ottani vagyont, nem szeretném ismételni magam, tehát a vállalkozó is azt mondta, hogy ő is biztosít embert, az önkormányzat is biztosít embert az őrzésre, hogy nehogy legyen valami eltulajdonítás vagy egyebek, és időközben feljelentés is történt ezzel kapcsolatban, tisztelt képviselő úr, tehát nagy mértékben hátráltatva volt az önkormányzat a további munkálatoknak a folytatásában, illetve az elkezdésében. Úgyhogy ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy képviselő úr egy kicsit nézze meg akkor ezeket az időrendiségeket, és képviselő úr, ha úgy gondolja, hogy valamivel nem ért egyet, nyugodtan kérjen be tekintéseket, akár, amit mondott képviselő úr, akár a jelenléti ívekkel kapcsolatban is. Így helyes, tegye meg képviselő úr, kérje ki azokat a papírokat. Vélemények. Tisztelt képviselő úr! Képviselő úr, azt gondolom, hogy amit ön tesz, én is végighallgatom, illetve a képviselő testület tagjai is végighallgatják képviselő urat, ön is hallgassa meg a válaszokat, mert én is a véleményét végighallgatom, illetve mindannyian. Ezzel kapcsolatban, tehát a véleményezési szakasznál járunk, tisztelt képviselőtársaim. Rásó János a polgármester úr. Köszönöm a szót, polgármester asszony. Az előterjesztéssel kapcsolatban bírálatot hallottunk, illetve csúsztatásokkal is terhelt bírálatot is hallottunk. Ugyanakkor soha nem eshet szó arról például, hogy szociális ágazati pótlék címén támogatást kapott az önkormányzat. Nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatban támogatást kapott az önkormányzat. Lakossági közműfejlesztés támogatások címen támogatást kapott az önkormányzat. És még sorolhatnám. Én azt gondolom, hogy ezek mind-mind eredmények. Ezek miatt az előterjesztés támogatásra javaslom és támogatom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Véleményeknél járunk. Nem látok további kezdeményezést. Akkor legyenek kedvesek most az előterjesztésről, most döntést hozni. Nyolc igen, 4 nemmel elfogadtuk a költségvetési rendelet módosításunkat. Harmadik napi rendi pontunk következik. Előterjesztés a 2016. évi belső ellenőrzési tervről. Dr. Lente Péter elnök urat kérdezem. Köszönöm szépen a szót, polgármester asszony. A bizottság megtárgyalta a jegyző úr által 2016-os belső ellenőrzési tervről szóló javaslatot, és az abban foglaltakkal egyetért. A bizottság az előterjesztésben foglaltakat elfogadásra javasolta. Köszönöm szépen. Kérdések következnek. Kincses László képviselő úr. Ez is olyan napirend, amit a pénzügyi bizottság ülésen sajnos nem tudtam kérdésekkel megtámasztani, és válaszokat se kaphattam rá. De én azt gondolom, hogy miközben első ránézésre az ellenőrzési terv lefed mindent, valójában óriási hiányokat mutat. Az első ellenőrzés ugye arról szól, ami most a Püspökladány egyik legkardinálisabb ügye, a Tájékoztató és Közművelődési Központ helyzete, állapota, az ott elkövetett visszaélések, vagy azoknak a hiányosságoknak a felszámolása, hogy itt írja az ellenőrzés céljában, amelyre nyilvánvaló, hogy személyes vezetői távollét miatt elég bonyolult sort keríteni az első negyedében, de hát meglátjuk, majd egyelőre azt tűnik ki, hogy ezt sorolták a legkorábbra, mint utóellenőrzési formát. A következő három az ugye beosztva időközönként van, és azt mondaná az ember, hogy ez így mind rendben van. Számomra a legfurcsább az 5-ös, az önkormányzat költségvetésével kapcsolatos ellenőrzési elgondolás, ugyanis csak az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások szabályozottságáról szól, nem pedig a polgármesteri hivatal, illetve az önkormányzat működéséről, pénzügyi működéséről. Az mikor történik meg, hogy egy átfogó átvilágítás a Püspökladányi Hivatal, illetve az önkormányzat pénzügyi tevékenységét tárja föl, mert én azt gondolom, hogy ezt kellene legelőbbre venni, és nem pedig még egy év haladékot adni, ugyanis ezekről a dolgokról majd csak 2017 áprilisában lenne beszámoló, tehát másfél éves egérutat kíván saját magának adni a város vezetője. Az eljárás méltatlan, ön is a szerepére. Jó, köszönöm szépen, tehát kérdéseknél járunk. Elmondta képviselő úr, a illetve nem fogalmazott meg konkrétan kérdést az elején, tehát a tájékoztató központot hozta fel képviselő úr, illetve az önkormányzatnak a belső ellenőrzése, amely az 5-ös számú ellenőrzésben szerepel 2016-ban, és hogy ezt furcsának találja képviselő úr, illetve a polgármesteri hivatalt mondja, hogy pénzügyi ellenőrzést miért nem tartunk ott. Én azt gondolom, hogy magában az előterjesztésben egyértelműen le van írva, hogy kinek a kompetenciája, illetve hogy milyen sorrendiség alapján kell fontossági belső ellenőrzéseket elrendelni. Jegyző úr ezt elkészítette, ezt hoztuk ide a képviselőtestület elé, melyben képviselő úr megfogalmazta a különböző álláspontját. Jegyző úr közben kért szót, és akkor meg is adom jegyző úrnak a szót, tessék. Köszönöm szépen. Nyilván egy belső ellenőrzési tervet úgy kell összeállítani és elkészíteni, hogy a ellenőrzést végző szervezetnek kellő ideje, kapacitása legyen arra, hogy alaposan el tudja ezeket az elemzéseket végezni, tehát nem lehet mindent egy évre összesűríteni. Ezért is voltunk figyelemmel a 2016 évi terv készítésénél, hogy mik a leginkább aktuálisak, vagy melyek azok a tárgyak, amelyek legrégebben voltak esetlegesen ellenőrzés alá vonva. A tájékoztató központ vonatkozásában azért tettük az első negyedévre ezt a bizonyos úgymond utóellenőrzést, mert ahogy mondta képviselő úr is, a vonatkozó AHT előírás alapján a tárgyévi belső ellenőrzés összefoglaló jelentését a polgármesternek a zárszámadásra együtt kell a képviselőtestület elé terjesztenie, tehát a 2005-ben történt tájékoztató központ összefoglaló jelentése 2016 évelején, március-április környékén fog a testület elé kerülni, és addig szeretnénk egy képet kapni, hogy az egyébként már elkészült intézkedési terv hogyan és milyen szinten valósult meg, a kollégák milyen intézkedéseket tettek a gyakorlatban a feltárt észrevételek korrigálására. A polgármesteri jelentés, a polgármesteri hivatal vonatkozásában egyrészt szeretném azt jelezni, hogy azt hiszem 2014-ben talán már érintett volt a polgármesteri hivatal egy belső ellenőrzésben. Most 2015 utolsó negyedévében a közös hivatal, mint ez évben létrejött úgymond újdonság, a közös hivatal adány és szerep vonatkozásában hogyan működtek ezek a pénzügyi folyamatok, műveletek, de természetesen azt gondolom, hogy én magam és a kollégáim is nyugodt lelkismerettel kijelenthetjük azt, hogy amennyiben ilyen igény van, 2017-re vonatkozó ellenőrzési terv első negyedévében javasolni fogom a képviselőtestület elé, ha módom is lehetőségem lesz rá, hogy végezzék el a polgármesteri hivatal teljes komplex belső ellenőrzését, és nem kell megvárni a 2018-as évet ahhoz, hogy bárki erről képet kapjon. Ugyanúgy, ahogy most is képviselő úr is betekintett a tájékoztató központ ellenőrzésébe, azt a ellenőrzés elvégzését követően bárki részére szívesen felajánlom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, jegyző úr. Balázs Sándor képviselő úr. Polgármester asszony, az ellenőrzési tervet elolvasva az 1-es számú ellenőrzés így kezdődik. A pénzügyi-gazdasági tevékenység ellenőrzése. A 2-es számú ellenőrzés szintén így kezdődik, a 3-as, 4-es ugyanígy kezdődik, az 5. a sajnos nem így, de szerepel benne egy szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés. Hogy ez mit fed le, ez a kérdés. Tehát ez miket, milyen ellenőrzési módokat, milyen jelleggel? Köszönöm szépen. Tehát az 5-ös mondta utoljára képviselő. Igen. Tehát, mint tudjuk, ez a bizonyos államháztartáson kívülre nyújtott támogatások voltak már a képviselőtestület előtt, akár rendeleti szabályzottságot érintően, akár más szabályzottságot érintően, tehát ezekre külön szabályozási terv készült, rendeletmódosítást kellett alkotnunk, és hát lényegében ennek a működésének az ellenőrzése, hogy mennyire felelnek meg ezek a bizonyos pénzügyi tranzakciók, pénzügyi támogatások a vonatkozó magasabb szintű jogszabályelőírásoknak, a helyi rendeleti szabályoknak, illetve az akár házon belül, akár a képviselőtestület által elfogadott szabályzatok. Tehát itt erről van szó igazából, hogy ez mennyire valósult meg a gyakorlatban ennek a működési folyamatnak a véghezvitele. Köszönöm szépen. Jó, köszönöm szépen. Kincses László képviselő úr. Köszönöm jegyző úr nyilatkozatát a hivatal átvilágítására vonatkozólag. Egyetlen dologgal nem tudok egyetérteni. A 2017 első negyedév az kicsit távoli. Az viszont igaz, hogy amit utána mondott, hogy ezek a belső ellenőrzési jegyzőkönyvek a beszámoló időszak előtt is megtekinthetőek, ez egy új elem itt a mi önkormányzatunknál. Valószínűleg SMS nem tiltotta eddig se, csak a gyakorlat tiltotta, vagy akadályozta meg, hogy ebbe bárki bármit betekintsen. Most se tudtunk volna róla, hogyha a tájékoztató központi beszámoló nem olyan nyersen tárja fel a valóságot ezzel kapcsolatban, és így teremtődött meg annak a lehetősége, hogy betekintést kezdeményeztem. És ehhez kapcsolatban van egy kérdés. Ennek az anyagnak van egy egészen brutális állítása a 43 ponton kívül, a 82 oldalas jelentésen kívül. Miszerint ugyanaz tapasztalható itt is, mint amit Fenyves képviselő úr jelzett az adventtel kapcsolatban, hogy ezt a belső ellenőrzési jelentést tervezetet 2015. 6. hó 15-én, akkor még nem volt kész, csak tervezet volt, eljutották ide az önkormányzathoz, és ez illetéktelen kezekbe jutott, fogalmaz az anyag. Én meg úgy fogalmazom, hogy a fideszes képviselők kezébe jutott az anyag, mások kezében meg nem jutott az anyag. Jó, köszönöm szépen képviselő úr. Jegyző úr kér szó. Köszönöm szépen, polgármester asszony. Én azt gondolom, ez a betekintés ez nem újdonság. Mint említettem, a belső ellenőrzésről készült összefoglaló jelentést, tehát nem magát a belső ellenőrzés teljes dokumentációját, az összefoglaló jelentést azt a képviselőtestület mindig a tárgyévet követő év zárszámadásával együtt kapta meg, tehát kvázi a képviselőtestületnek akkor van joga bármilyen döntést hozni. Annak nincs akadálya, hogy a képviselőtestület bármelyik tagja magába az ellenőrzési dokumentációba annak elkészülte után betekintsen. Tehát ez azt gondolom, hogy ez nem újdonság, tehát ez a gyakorlatban működhet. A tájékoztató központ ellenőrzésével kapcsolatosan, amit a képviselő úr elmondott itt a kérdésének a végén, annyit szeretnék reagálni, hogy valóban megérkezett ez a úgymond aláírás nélküli nyersanyag 2015 nyarán, június-július környékén megérkezett a polgármesteri hivatalba, itt a pénzügyiroda és a részemre került eljuttatásra. Legjobb ismereteim szerint megkapta maga az intézmény, legjobb ismereteim szerint megkapta a GESZ. Amit képviselő mondott, hogy illetéktelen kezekbe került, ezt nem a belső ellenőr írta le, az ellenőrzés végző szerv, ez az intézménytől íródott levél tartalmazta, amelyre a belső ellenőrzést végző szervezet a következőképpen reagált. Ez egy nyersanyag volt, egy munkapéldány, mint említettem, aláírás nélküli. Ez igazából illetéktelen kezekben nem is kerülhetett, hiszen ez nem egy végleges ellenőrzési terv volt, ez pont azért került megküldésre az érintettekre, hogy ezt korrigáljuk, pontosítsuk, tegyük meg az észrevételeinket, és végső formában ezen észrevételek és egyeztetések után kerüljön rögzítésre és aláírásra. Tudomásom szerint maga az intézmény is kért egy ilyen egyeztetést, még július hónapban a ellenőrzés végző szervezettől, amelyre Debrecenben sor került. Mi pedig úgy állapodtunk meg a belső ellenőrzés végző szervezettel, hogy mivel ők is és mi is július végén, augusztus elején szabadságolási időszakban voltunk, hogy azt követően kerüljön sor egy megbeszélésre. Ez megtörtént, figyelembe véve már a júliusi egyeztetést, illetve mi a kollégákkal történő egyeztetésünket, és ennek az egyeztetésnek a legvégén került sor arra a megbeszélésre, ahol a GESZ, a Tájékoztató Központ, a Polgármesteri Hivatal, a belső ellenőrzés végző szervezet képviselői jelen voltak, és ezen egyeztetés már lényegében az intézmény, a Tájékoztató Központ észrevételeit is figyelembe véve történt meg, és ennek az egyeztetésnek a legfontosabb célja az volt, hogy hogyan és milyen formában induljunk el az intézkedési terv elkészítésében, megalkotásában. Tehát ez egy folyamat volt, azért is volt ez ilyen, azt gondolom, több hónapot igénybevő folyamat, mert egy elég masszív, terjedelmes anyag készült el, és hát emellett még azért elnézést, nem mentségképpen, de a nyári szabadságolási időszakok is közrejátszottak. Tehát minden ment a jogszabályi előírások alapján, és lényegében a képviselőtestület, és nem csak a Tájékoztatóközpontról, hanem óvoda, és volt még több más ellenőrzés is, ezekről 2017 zárszámadáshoz kötődően összefoglaló jelentést fog kapni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, jegyző úr. Parancsoljanak, kérdéseknél járunk még. Áttérünk a véleményekre. Kincses László képviselő úr. Hát most már sok részletet megismertünk a jegyző úr látószövéből. Nyilvánvaló, hogy egészen máshogy láthatta ezt a folyamatot az intézményvezető, vagy az intézmény dolgozói, és valószínűleg, hogy az ő ezirányú érzékenységük lehetett annak az oka, hogy ebben a dossziéban 300 oldal ilyen megjegyzések szerepelhetnek. Én ennek ellenére is azt gondolom, hogyha valami 6-tól 15-én lezárt folyamat, mert május 5-től vagy június 5-ig tartott az ellenőrzés, 10 nap múlva elküldték ezt a még nem végleges, azért hát 3 hónap egy kicsit erős. Még akkor is, hogyha közben szabadságolások vannak. Ezeknek a tartalma ugyanis olyan megállapításokat mutatna, miszerint ott visszaélések sorozata történik. És mivel ez a GESZ ellenjegyzési lehetősége nélkül nem valósulhatott meg, hogy ebből pénzügyi átüzolások legyenek, ezért a rendszer szintű a probléma. Tehát itt most, amikor arról kezdünk beszélgetni, hogy vajon ki miben felelős, ebben nem mennék bele. Majd eldönti az, akinek ezt el kell. De az, hogy azt kijelentjük, hogy ki nem, na az probléma. Mert itt végül is nincs átfogó vizsgálat, nem kezdeményezett abban a pillanatban a polgármester, hogy ezt a veszélyhelyzetet el kell hárítani, hanem majd, legalább 3-4 hónapba kerül, amíg a beszámolóját igen aljas, súlyi módon tartózkodással szavazták le. Anélkül, hogy a polgármester végén zárszavában véleményt fogalmazott volna meg egyáltalán a beszámoló anyagáról, aminek szakmai tartalmával kapcsolatban nekem sincs sok kifogásom. Politikailag meg az összes kifogásomat van. De akkor még nem tudhattam, hogy milyen pénzügyi kifogásaim lehetnének, mert csak az aggályokat tudtam érzékelni ebből az anyagból. Mostanában viszont tudom, hogy ez a rendszer szintű probléma 9 éve fönnáll. 2011. februárjában őrzöm azóta is jegyző úrnak a e-mailjét, amikor betekintést szerettem volna kérni a Tájékoztató Központ pénzügyeibe, és az akkori polgármester kéziratában odaírta, hogy nem engedélyezem. És persze hozzátette az ő szokott közvetlen módján, nem fogsz piszkoskodni. Hát ennél nagyobb trágyadom nincs, mint itt a Püspökladányi önkormányzaton belül. Ez az egész intézményi szervezet, amely rendszer szintű problémákkal nem úgy küzd, így szeret élni. Így lavírozni ebben a sok csúvában. Köszönöm szépen képviselő úr a véleményét. Ismételten olyan dolgokat mond el képviselő úr, amit én jó magam, ne haragudjon képviselő úr, abszolút nem tudok vele azonosulni. Tisztelt képviselő úr! Tehát, mint ahogy elmondta jegyző úr, és azt gondolom tényleg eléggé alaposan összefoglalta jegyző úr, tehát, hogy amikor elkészült az első anyag, milyen intézkedések történtek, illetve mely intézmények kapták meg a belső ellenőrzést. Elmondta jegyző úr azt is, hogy az intézmény, illetve a belső ellenőrzés között történt egy olyan fajta egyeztetés, ami azt gondolom ez így korrekt, megbeszélték azokat a leírt problémákat, ami az intézményre vonatkozik. Tehát ennek a belső ellenőrzésnek nem csak ebben az intézményben, mindenhol ez így működik, minden intézménynél. Amikor elkészül a végleges terv, tehát a jelentés, azután jogszabályoknak megfelelően 15 napon belül az intézmény vezetőnek intézkedési tervet kell, hogy leírjon a feltárt problémákra, hogyan, milyen módon, milyen határidővel tudja felszámolni azokat a problémákat, amelyek a belső ellenőrzés során feltárásra kerültek. Tehát ennek van egy folyamata, minden egyes belső ellenőrzésnél ez a folyamat zajlódik le. Én jó magam mindig azt szoktam mondani, évekkel ezelőtt is azt mondtam, most is azt mondom, illetve a jövőben is. Tehát a belső ellenőrzésektől nem kell félni. A belső ellenőrzés az pontosan arra irányul, ha esetleg van valami rendszerhiba, amit képviselő úr mond, tehát van valami hiba, az kijavításra kerüljön. Tehát ez, én azt gondolom, hogy tényleg minden testületi ülésen elmondtam, tehát amikor jön egy ellenőrzés, főleg belső ellenőrzés, az annak jó hatásainak kell lenni. Jegyző úr kér közben szót. Köszönöm szépen. Én nem gondolom, hogy visszaélések sorozata történt meg képviselői. Nem feltételezem. És én múltkor úgy fogalmaztam, mint a testület ülésen, hogy ha kapunk egy ellenőrzést, az lehet, hogy fájdalmas is tud lenni, de az jó is, és fogadni is kell, mert igenis rávilágítja azokra a hibákra, a hiányosságokra a figyelmet, amelyet a mindennapi gyakorlat, a kialakult rutin alapján lehet, hogy nem pont úgy kezelünk, mint ahogy azt kellene kezelni. És akkor hadd mondjak itt két példát, például itt a intézmény belső ellenőrzésével kapcsolatosan. A belső ellenőrnek betűről betűre alkalmaznia kell azokat a jogszabályokat, előírásokat, amely alapján ő végzi a munkát. Ezért is került az leírásra, hogy az intézménynek van egy gépkocsia, én azt elviszem egy szolgálati útra Püspökladányba, megyek vele 20 kilométert, akkor nekem azt úgy kell visszavinnom az intézményhez, hogy megtankolom, és a következő kollégám már tele tankol, szabad, hogy elvigye egy következő útra, és őnek is meg kell tankolni, és hogyha ez egy nap 10-szer történik, akkor 10-szer kell megtörténnie, és akkor hadd kérdezem meg, hogy ez mennyire életszerű. Vagy egy másik példa, amikor leírja a belső ellenőrzés, hogy a múzeumban nem teljesül és nem napra kész a leltár, a tárgyaknak a leltára. 30 éve nem készült el ez a leltár, tehát 30 éve nem került feldolgozásra az összes intézményben lévő múzeális érték és nyilvántartásba vétele. És akkor az intézménynek ezt a 30 évet egy év alatt kell bepótolnia. Tehát vannak ilyenek is ezekben a jelentésekben, mert nyilván vannak olyanok is, amelyet viszont tényleg szakmailag kell helyre tenni. Tehát én azért mondom, hogy nem gondolom, hogy visszaélések sorozata van, vagy volt, sem még a hibák vagy hiányosságokról annyit, és ezt nem én mondom, ezt a belső ellenőrzés írta le, hogy a felmerült problémák egy része származtatható a GESZ és a Tájékoztató Központ kommunikációjának a hiányából. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, jegyző úr. Petőné Pap Margit tanácsnokasszony. Azzal kezdeném, hogy a 2016. évi belső ellenőrzési tervet elfogadom és elfogadásra javaslom. És nem tudom megállni szó nélkül, muszáj vagyok 3 mondatot elmondani. Nagyon inkorrektnek tartom, x. testületi ülése folyik, hogy egy olyan emberrel kapcsolatban hangzik el vélemény, akinek nem áll módjában magát már megvédenie. Nekem az a véleményem különben, hogy, és nem csak azért, mert december van és karácsony jön, hogy hagyjuk már végre halottat nyugodtan pihenni, és ne példálózkodjunk vele. Mindenkinek a száját hagyta már el olyan mondat, amire lehetne utalni. De az, hogy folyamatosan ez történik, nem az én tisztem, hogy ezt most elmondjam, képviselő úr, mégis úgy gondolom, hogy elmondom. Számomra visszataszítom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, tanácsnok asszony. Balázs Sándor képviselő úr. Polgármester asszony, a Tájékoztató Központ önmaga kérte a belső teljes átvizsgálását. Megnyugtató lenne, a Püspökladány város önkormányzata is így járna el ebben az ügyben, ha ilyen vitákról ad ez okot. Véleményem szerint ez lenne a lakosság számára a legmegnyugtatóbb. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kovács Krisztina elnökasszony, kér szót. Köszönöm a szót, polgármester asszony. Ugye az előterjesztésünk elején nagyon szépen megfogalmazza, hogy a belső ellenőrzési tervnek kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és az ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulni. Annak érdekében, és ez nagyon fontos, hogy az ellenőrzött szerv működését fejlessze és eredményességét növelje. Tökéletesen továbbá megállapításokat és ajánlásokat fogalmazzon meg a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak való megfelelés érdekében. Nagyon egyetértek, a belső ellenőrzésnek valóban minden költségvetési szervünkre, intézményünkre vonatkozni kell, és egy olyan, ami megint csak az előterjesztésben megtalálható, hogy olyan független szerv végezze ezt a belső ellenőrzést, amelynek nincs ráhatása, vagy amelyre nincs ráhatása a Püspökladány önkormányzatának, és semmilyen személyi ráhatásnak. Mert ez a belső ellenőrzés jelzés kell legyen az intézménynek, és jelzés kell legyen az önkormányzat testületének, hogy van-e probléma, vagy nincs probléma. Tehát én mindenképpen ragaszkodnék ezekhez a törvény által előírt előírásokhoz, és nem, remélem, hogy így is van, mert a jegyző a felelős ezért, és ő a törvényember, és neki ezt meg kell tenni, és ezért én nyugodt vagyok, hogy ez így is kell, hogy legyen, és precedens értékű, tehát ne használhassa föl senki a belső ellenőrzésben leírtakat, esetleg megfélemlítésre az intézmény vagy vezetőjének az irányítására. Én nagyon örülök annak, hogy minden intézményünk a belső ellenőrzésben most sorra kerül, és igenis ragaszkodjunk ahhoz, hogy amelyiknek mi adjuk a költségvetését, bele is láthassunk a gazdálkodásában. És ennek a szellemében történjen a belső ellenőrzés, hogy független legyen, és ne olyan szerv végezze, ami esetleg más irányba érdekelt. Én elfogadásra fogom az előterjesztést javasolni, és kimondottan oda fogunk figyelni ezekre a belső ellenőrzésekre, és én is azt javaslom, hogyha megtörténik egy belső ellenőrzés bármelyik intézményünknél, a minél legrövidebb időn belül kerüljön ennek a kiértékelése, megvitatása és rendbetétele. Tehát mindenképpen elfogadásra javaslom, és ragaszkodjunk a törvény által előírt feltételekhez. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kincses László képviselő úr. Örülök, képviselő asszony, egyet is értünk. Én visszautasítom a feltételeket, bocsánat. Mit? Elnézést, parancsoljon. Akkor viszont még egyet ki kell egészíteni. Ahogy Balázs képviselő úr elmondta egy nagyon lényeges motivumát, ezt is ki kell egészíteni. Az intézményvezető 2014 márciusában kérte az átvilágítást. És ezt egy év, két hónapon keresztül nem vette figyelembe elsődlegesen a városvezető. Majd amikor meg figyelembevetés elrendelte, akkor meg már nem az előző időszakot 13-12-11 vizsgálták nagy gőzerővel, hanem mi történt 14-ben, tehát effektíve már a regnáló intézményvezető időszakában. Magyarán majdnem azt mondom, hogy öngolt rúgott akkor a intézményvezető asszony, amikor azt gondolta, hogy szeretné föltárni az előtte való időszak probléma halmazát, és mivel a késleltetésben úgy látszik nagymester, a polgármester már a saját tevékenysége is úgymond górcső alá került. Én meg azt gondolom, hogy azokból az anyagokból, ha 43-ból 23-ra, 33-ra azt lehet mondani, hogy nem az a súlyú probléma. Nekem se jelentős gondom, még ha tudom és teljesen ismerem a menetlevélvezetés szabályait, akkor se az a legnagyobb gondom, hogy egy gépjárművet 5 percenként más használ, és akkor hogyan tankolják. Egyébként erre lehetne intézkedést tennie az intézményvezetőnek, és kinevezni egy embert sofőrnek, és kész. Attól a pillanatok közben nem kell átradogatni egymásnak a kocsit, ennyi. De a súlyosabb dolgokat viszont nem lehet így kezelni. És ebben a legsúlyosabb dolog az az, hogy a polgármester azóta sem zavarja, sőt le is tagadta a múltkori testületülésen, hogy itt bármilyen törvénysértés vagy visszaélés történt volna. Ebben ez az anyag terhelt, nagyon sok ember terhelt olyan tevékenységgel, amelyik sérti a törvényt. Jó, köszönöm szépen képviselő úrnak az értékes hozzászólását. Jegyző úr, kér szót. Köszönöm szépen. Az előterjesztésben is leírtuk, de szeretném hangsúlyozni, hogy az intézményvezető asszony kérte a belső ellenőrzést. A jogszabály azt mondja ki, hogy a belső ellenőrzési tervet a jegyzőnek minden év december 31-ig, december hónapban kell a képviselőtestület elé terjeszteni. Tehát évközben lehetnek igények, de az a terv, az december hónapban kerül a testület elé, mint ahogy most 2015-ben is. És azért 2014-es év volt az ellenőrzésnek az éve, mert az egy olyan kerekesztendő volt, ahol ez a úgymond újonnan felállt intézmény működését lehetett vizsgálni. A megelőző időszakban erre nem lett volna teljes lehetőség a adott időszakokat figyelve. Azt gondolom, hogy a belső ellenőrzés korrektül nézte ezt a 2014-es évet, és még egyszer szeretném ismételni, hogy decemberben kellett erről dönteni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Egyébként erről is több alkalommal beszéltünk már itt a testületi ülésen. Én nem is értem, hogy képviselő úr miért próbál mindig mindenben rossz indulatot látni, vagy egyebek. Én megmondom őszintén, én most már tényleg ott járok, hogy nem is vagyok hajlandó reagálni képviselő úrnak az elhangzott gondolataira, az pedig... Így van, majd azt pedig szeretném megköszönni, amit tanácsnok asszony elmondott, hogy így decemberben is egy olyan dologgal példálózik képviselő úr, ami Püspökladány volt polgármesterét illeti szavakkal, ami azt gondolom, hogy mindannyiunknak fájó, illetve nem vesz figyelembe képviselő úr semmit, és ahogy tanácsnok asszony is elmondta, nem csak most, hanem már hónapok óta ezt teszi. Márkus Gábor a polgármester úr. Köszönöm a szót, polgármester asszony. Hát én is azért kértem szót egyébként, amit most polgármester asszony megfogalmazott, hogy tanácsnok asszony reagálása teljesen helyén való volt, nem úgy, mint a képviselő úrnak a hozzászólása akkor, hogy itt visszamutogat, és nem csak azért, hogy advent időszak van, hát egyáltalán, tehát ez egy képviselő nem tud erről leszokni. A másik, amit akartam mondani, nem maradjon a levegőbe, erős csúsztatás, nálam van a szó, polgármester? Igen, igen. Erős csúsztatás, amit képviselő úr mond, mert a június 15-i dátumot hozza össze azzal, amit a beszámolóban olvasható, a Tájékoztató Központ beszámolójáról beszélek, hogy olvasható ugye októberban, hogy a illetéktelen kezekbe, vagy hogy van megfogalmazva. Tehát ez olyan úgy jön össze ez a két mondat, amit képviselő úr mondott, mintha ez júniusban valakinek már tudomására juthatott volna, egyébként nem tudom, tehát nekem erről nincs információm, de nyilván ez a beszámoló októberre készült, tehát októberban kaptuk kézbe, tehát akkor szerepel benne ez, amit képviselő úr említett. Ez nem a június... Tessék? Elnézés. Parancsoljon a polgármester úr. Én nem láttam azt, tehát én nem tudom. A polgármester úr. Tehát képviselő úr olyanokat mond, amiről nekem akkor nincs ismeretem nyilván, és akkor mindig információ hiányra panaszkodik, ráadásul vádaskodik nyilvánvalóan, csak van, amikor bajba kerül, tehát nem tudja, hogy melyik oldalról közelítse meg a problémát, mert itt az első napi rendi pontnál is volt egy olyan, amikor egy eseményt hiányol, csak példaként említem. Mikor volt ez az esemény ugye az elmúlt években Püspökladányban, akkor az volt a baj, most, hogy nincs ebbe feszegett. Tehát mindig ez a tipikus, ha van sapkája, az a baj, ha nincs sapkája, az a baj. Ilyen problémákat vett fel, és állandóan a rossz indulattal közeledik az egész képviselőtestület felé, polgármester asszony felé, arról meg nem beszélve, még egyszer visszatérek rá, hogy azt meg arról meg teljes mértékben azt javaslom szokjon le, hogy visszamutogasson egy olyan személyre, aki, ahogy tanácsnak azt, hogy megfogalmazta, nincs módja erre válaszolni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Rásó János a polgármester úr, kér szól. Köszönöm a szót, polgármester asszony. Kincses úr hozta a formáját, de sajnos az a gond, hogy ezt már a harmadik napi rendi pontnál karácsonyra tekintettel talán eltekinthetett volna ettől a dologtól, visszautasítom a vulgáris megjegyzését. Alapvetően a 2016 évi belső ellenőrzés tervről beszélünk. jegyzőnek a szavaival teljes mértékben egyetértek. Én magam is végeztem belső ellenőrzést, és ennek egyetlen célja van, hogy feltárjuk azokat az esetleges hibákat, amelyek a működés közben óhatatlanul is előfordulnak. És hogyha már föltártuk, akkor keresünk megoldást ezeknek a hibáknak a kijavítására. Magát a belső ellenőrzési tervet én támogatásra javaslom, és magam részéről támogatom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a polgármester úr. Véleményezési szakaszban járunk. Nem látok több kezdeményezést. Legyenek kedvesek akkor most döntést hozni a belső ellenőrzésről. Nyolc igen, három nem, egy tartózkodással elfogadtuk a jövő évi belső ellenőrzési tervünket. Jó, 10 perc szünetet rendelek el.